Stílus, divat, elegancia, mert nőnek lenni jó. Power Lilla ruháit a Mystic Day divatáru nagykereskedés biztosítja. Power Lillát a Merrill Fashion ékszerei varázsolják még elragadóbbá. Power Lilla frizurája a Pomádé szalonban készült. Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják itt a hatos csatornán. Műsorunkat az Ez történt a héten című összeállításunkkal kezdjük, és a terézvárosi kék hírekkel folytatjuk, amelyet ezúttal is Farkas Piroska rendőrszázados ad önök elé, vagy tár önök elé a Terézvárosi Rendőrkapitányságból. Önkormányzati perceinkben ma két intézmény vezetővel, iskolaigazgatóval találkozhatnak. Elsőként Martikán Beatrix, a Terézvárosi két tannyelvi általános iskolaigazgatónője lesz a vendégem, majd Bódi Csilla, a Bajza utcai iskola intézményvezetője. Mindkettőiket arról kérdezem, hogy mit kell tudni a beiratkozásról, milyen tanulók válasszák ezt a két igen magas színvonalon működő iskolát, illetve aktualitásokról is fogunk beszélgetni. Az 5+10 kulturális színtér programjait ma Makai Szilvia kulturális szervező tárja önök elé. Ezt követően láthatják Terézvárosi programajánlónkat. Hegedűs Dél Géza színművész lesz a vendége László Lillának, aki ezúttal is színes programkínálattal várja önöket. A Terézvárosi magazinba két témával fogunk foglalkozni. A budapesti gettó felszabadításának 75. évfordulóján emlékezőkkel gyújtottuk gyertyát a gettó falánál készült emlékműről. Magazinunk első felében itt készült felvételeinkből láthatnak egy összeállítást. Párban árban kiállítás sorozat nyílt a Mamaison Isabel Residence Hotelben, mely 3 hónapon át tekinthető meg. A januári megnyitó után vettünk fel egy beszélgetést Stejk Gábor Borával, azzal a fotóssal, aki az egész kiállítás sorozatot szervezte. Ez a felvétel 2 héttel ezelőtt készült, ezt láthatják most, és ezúttal szeretnénk fölhívni a figyelmüket arra, hogy február 7-én újabb kiállítással várják önöket. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Kellemes, hasznos időtöltést kívánok! Rendkívüli ülést tartott Terézváros képviselőtestülete. A Magyar Kultúra Napja Terézvárosban. Óvintézkedések a madárinfluenza miatt. A Spiritus alkotócsoport éves kiállítása az 5+10-ben. A 6. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola alapítványi bálja. Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a hatos csatornán. Rendkívüli ülést tartott január 23-án Terézváros képviselőtestülete. Az ülésen a forrás megosztás mellett a lakhatási válság mérséklése érdekében 15 önkormányzati bérlakás felújításáról is döntöttek a képviselők. A lakhatási válság mérséklése érdekében megkezdődött az önkormányzati lakásállomány felmérése a kerületben. Az elsődleges adatok szerint a 180 üresen álló lakásból 129 felújítható, és ebből 15-é hamarosan meg is kezdődhet a képviselőtestület döntésének köszönhetően. A lakások szociálisan rászorulóknak biztosíthatnak majd megfelelő életkörülményeket. A tervek szerint az ingatlanok felújítása augusztusra elkészülhet. A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat közösen megillető adóbevételek szétosztására a forrás megosztás keretében kerül sor. A Budapesten kivetett iparűzési adó ugyanis a fővárosi önkormányzat számlájára érkezik.
Onnan osztják szét a kerületekre eső részt. A fővárost és a kerületeket osztottan megillető adóbevételekből a főváros 54, a kerületek 46%-kal részesednek. Ami azt jelenti, hogy a kerületi önkormányzatokat az idén összesen 145,5 milliárd, míg a fővárosi önkormányzatot 171,1 milliárd forint illeti meg. A kerületek részesednek a fővárosi önkormányzat által beszedett bírságokból és pótlékokból is. Így Terézváros összességében 3 milliárd 662 millió forintot könyvelhet el költségvetésében a forrás megosztásból. A nagyon rövid mai összejövetelen, ugye egy nagyon érdekes hír volt, ami miatt most megkértük, hogy fáradjon ide a kamera elé, mégpedig az, hogy hát százas nagyságrendben fognak felújítani lakásokat, amit majd visszaadnak a lakosságnak. Igen, jelenleg 180 üresen álló ingatlan van Terézvárosban, amely az önkormányzat tulajdona, ebből pedig 129 olyan, ami lakhatásra egyébként alkalmas, alkalmassá tehető pontosabban. Az elmúlt években sajnos az volt a tapasztalat, hogy a szociális bérlakásokat is egyfajta felújítási kötelezettséggel adták ki, amely gyakorlatban azt jelenti, hogy sokszor fusi munkát végeztettek a lakók, hiszen nyilván nem volt pénzük arra, hogy valójában elvégezzék a felújítást. Úgy képzeljük az önkormányzatnak, de igen, nem csak az önkormányzatnak természetesen, hanem a kormánynak is az lenne a feladata, hogy a lakhatási válságot a közös kasszából igenis finanszírozza valamilyen módon. Mi szeretnénk minél több lakást felújítani, jelenleg az első ütemben 15 lakást újítunk már fel, és az a célunk ezzel, hogy amit kidolgozunk stratégiát, abban benne lesz az, hogy mennyi ebből szociális bérlakás, mennyit tudunk esetleg olyan személyeknek biztosítani, akik helyben dolgoznak, és szükségük van rájuk a terézvárosiaknak, akár rendőrökre gondolunk, akár szociális dolgozókra, akár óvodapedagógusokra, és így tovább. Ennek a kereteit most dolgozzuk ki. A Magyar Kultúra napján szobrokra kihelyezett idézetekkel köszöntötte a munkába indulókat Terézváros önkormányzata. A kultúra és a hagyományok ápolásának fontosságán túl emlékeztetve arra, hogy van miért szeretni a magyar kultúrát. Este az 5-ös 10-ben a Sebő Együttes adott koncertet. A magyar irodalom legnagyobb költőinek megzenésített verseiből álló előadás után a táncházzá alakított színházteremben igazi, jókedvű mulatság kezdődött. A talpalávalót a Bazseva zenekar szolgáltatta. A lépéseket Bacsó Lillától és Darabos Pétertől tanulhatták meg mindazok, akiknek az életéből a néptánc kimaradt. Harmincegy esztendeje ez a nap választottan a magyar kultúra ünnepe lett. Amikor is arról a legfontosabb közös kincsünkről emlékezünk meg, amely jelzőjét és minősítését adhatja létünknek, és amely megkülönböztet bennünket más népektől. Foglalta össze a nap üzenetét Contanelli a programot szervező 5-ös 10 nevében elmondott köszöntőjében. A köszöntő után a közönség sok évszázadot felülelő kalandozásra indulhatott a magyar kultúra világában, az idén 50 éves fennállását ünneplő Sebő Együttessel. Műsorukban Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, József Attila, Babics Mihály, Nagy László, Vörös Sándor, Kovács András Ferenc és Varró Dániel megzenésített költeményei hangzottak el. Amikor megkaptam a meghívást ide az 5-ös 10-be, a Kultúra napi koncertre, a Sebő koncertre, kicsit másra számítottam, megmondom egész őszintén. Nem tudtam először rájönni, hogy irodalomórán vagyok, koncerten vagyok, történelemórán vagyok, néprajzkutatáson veszek részt, a világnak vagy az európai földrésznek melyik népi táj egységén járunk, hiszen annyira összetett volt az egész koncert. Hogyan építi föl egy estére, tegyük föl ma a Magyar Kultúra napi estére a koncertet? Hát nyilvánvaló, hogy a verseket rakom össze, és a szövegek szerint rakom össze egyébként mind a magyar folklór, mind pedig ez az énekelt vers hagyomány, tehát ez egy európai hagyomány. Ennek arra jellemző, hogy a szöveg volt a fontos. Sokszor, amikor arról kerül a sor, hogy jó, hát ez ne ezzel a dallammal, mert ezt már ismerjük, hát az mindegy, és akkor énekel egy másik dallammal. Tehát ez pontosan úgy, mint Balassiék idejében. De a szöveg annyira fontos volt, hogy arra figyeltek. Tehát a dallamra majdnem csak annyira nem figyeltek, mint ahogy mi nem figyelünk beszélgetés közben, milyen dallammal beszélünk, pedig annak is van dallama. De nem arra figyelünk, hanem a mondani valóra.
Úgyhogy azt akarom, hogy lekössem a közönség figyelmét. Olyan szövegeket, olyan zenéket választok egymás után, amik fenntartják az érdeklődést, kicsit rendítik erőle a történetet, vagy valami, azért valamit sugalnak, mert hát csak úgy a levegőben nem éneklünk. Hát ez azért ez a kommunikációnak egy része. A Kossuth-díjas Sebő Ferenc felvezetőinek köszönhetően nem csak a versek előzményeiről, fogadtatásáról tudhattak meg kevéssé ismert részleteket, szerzőikről kacagtató történeteket, de az adott kor történelméről, szokásairól, a költemények formavilágáról, ritmusáról, a dallamául választott zene eredetéről, jellegzetes jegyeiről, a néptáncokról is sok-sok érdekes információ hangzott el. Természetesen a dalok mindegyike tökéletes előadásban szólalt meg. A tartalmában, ritmusában gondosan felépített, a magyar irodalom mérhetetlenül gazdag tárházából biztos kézzel válogató együttes a koncert első percétől az utolsóig elvarázsolta a közönséget. A táncházzá alakított teremben a legkülönbözőbb korosztályokhoz tartozók sorakoztak fel, mint egy igazolva a mondást, hogy a magyar népzene és néptánc megunhatatlan, így sohasem megy ki a divatból. A muzsikáról gondoskodó Bazseva zenekar fiatal zenészei perfektül beszéltek közös zenei anyanyelvükön. A kiváló zenéhez nagyszerű hangulat társult Bacsó Lilla és Darabos Péter jóvoltából pedig azok, akik a táncokban kevésbé jártasak, sok új lépést tanulhattak meg. Az országos főállatorvos elrendelte Magyarország területén a baromfik zártan tartását. Amennyiben a kifutó felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval nem védett, abban az esetben az állatokat állattartó épületben bezártan kell tartani. Az intézkedés célja, hogy tovább csökkenjen a vadon élő madarakkal való érintkezés lehetősége, ezáltal a baromfi állományok madárinfluenza vírussal történő fertőződésének kockázata. Bővebb információt a www.terézváros.hu weboldalon olvashatnak. A Spiritus alkotócsoport 2010 óta dolgozik az 5-ös 10-ben, ahol immár a 9. csoportos kiállításuk nyílt. A csoport létszáma állandóan változik, de vannak néhányan, akik a kezdetektől aktív tagjai a közösségnek. Minden korosztály képviselői, kezdők és haladók látogatják a keddi és csütörtöki foglalkozásokat. Többen már profi kiállításokon is megmérettették magukat. A tárlatot Szilágyi János grafikus festőművész, a Spiritus alkotócsoport vezetője nyitotta meg. Tíz év egy alkotó csoport életében igen jelentős mérföldkő. Itt látható egy csodálatos kiállítás, amely nem tudom, de majd mindjárt elmondja, hogy jelképezi-e ezt a 10 évet. Igen, jelképezi, azt hiszem, sőt nem is 10, hanem 14 éve léptünk, mert 10 éve vagyunk itt, de már Angyalföldön elkezdtük 2006-ban. Úgyhogy mikor itt megalakult a 5-ös 10, akkor jöttünk ide. Úgyhogy ez a 9. kiállításunk itt, és minden évben van egy önálló kiállítási lehetőség egy embernek, úgy összesen úgy körülbelül 18 kiállításunk volt már itt. És hát most egy fantasztikus nagy térben, eddig mindig ott állítottunk ki a kisebb térben, most egy nagy térben állítunk ki, úgyhogy ez megtiszteltetés és hálásak vagyunk érte. Hogyan kell elképzelni az alkotókör munkáját, a hétköznapokat? Hát mindenkivel egyénenként foglalkozunk, egyénre szabottan, mert mindenki más életkor miatt is, meg technika, meg tudás szerint is. Úgyhogy mindenféle ember van, mindenféle csoport. Mennyire kell profinak lenni ahhoz, hogy valaki az alkotókör tagja legyen? Egyáltalán nem kell profinak lenni, mikor elkezdi a munkáját, mert bárki bejött az utcáról.
hogyan találtál rá a csoportra, és miért gondoltad el, hogy el kellene kezdeni festeni? Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy útja, és az idő talán nem számít. Ugye azt mondjuk, hogy az idő nem létezik, és egyszer csak itt találtam magam. Nem tudom megmondani, hogy hogyan, de úgy látszik, hogy az utam erre vezetett, erre a festészetre, erre a kifejezésmódra vezetett, mert azt gondolom egyébként, hogy maga a festészet, a színeknek a tüze, a vonalaknak az iramodása, és a fényárnyéknak a mozdulatai, és igazából nem tudjuk megfogalmazni, látva a sok-sok festményt sem, hogy mi ez az állapot, amiben mi vagyunk akkor, amikor elkezdünk festeni. Én azt gondolom, hogy talán ez egy transz állapotnak nevezhető, amiben észreveszi az ember, hogy saját magát ismeri meg, a valóságot ismeri meg, és a valóság és az önmaga kapcsolatát ismeri meg. Nekem ez nagyon fantasztikus volt megtapasztalni azt, ami velem történt ez alatt a pár hónap alatt, amíg festettem. 10 évet eltölteni az alkotó körben, azért az egy elég jelentős rálátást biztosít a számodra. Milyen volt ez a 10 év? Hát hihetetlen gyorsan elrepült, de hát az alkotás folyamatában az ember az időérzékét teljesen elveszíti. Tehát ahogy az előbb mondta a csoporttársam, hogy megszűnik a tér és az idő, amikor alkotunk, de mégis a csoportban egymást inspiráljuk. Tehát egy nagyon jó közösség kovácsolódott. Igaz, hogy nem kis fluktuációval 10 év alatt, de mindig van egy törzsmag, egy 8-10 fő, aki kezdettől fogva jelen van a csoportban, és vannak, akik elmaradnak, majd visszaérkeznek, mert hiányát érzik ennek a közegnek. A művész úr úgy döntött, hogy mindenki maga dönts el, hogy mit akar kiállítani. Van, aki koncepciót, én például most éppen a házak kötik le a figyelmemet, tehát egy tematika mentén dolgozom, és ilyen munkákat állítottam ki, de van, aki válogatott az egész évi munkáiból a legjobbakat. Tehát mindenki érzése szerint prezentálta, ami szerint a legjobb. Úgyhogy tényleg nagyon színes, változatos. Ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, de mégis valahol a mester kézjegye már, hál' Istennek, megjelenik sokunk munkáiba. Tehát előbb-utóbb azt gondolom, hogy óhatatlan, hogy azonos ecsetvonások és kézjegyek és színfoltok maradjanak utánunk, hogy a spiritus csoport az önmagát mutassa. Hogy van benne spiritus. Hogy van bennünk spiritus még mindig, azt gondolom, és ez nagyon jó. Iskolatörténeti kiállítással kezdődött az Erkel Ferenc Általános Iskola 150 éves jubileumi ünnepségsorozata tavaly ősszel. Most elérkeztek az egyik legfontosabb eseményhez, az alapítványi bálhoz, amelynek az 5-10 közösségi és kulturális színtér adott otthont. Az esten gyűjtést is szerveztek, amelynek célja az erkeles diákok támogatása volt. Emellett idén az ausztráliai tűzvész áldozatainak is gyűjtöttek. Everybody screamed when I kissed the teacher. And they must have thought they dreamed when I kissed the teacher. All my friends at school, they had never seen the teacher blush. She looked like a fool, nearly petrified, 'cause she was taken by surprise. When I kissed the teacher,
nagy eseményre készül az 5-ös 10-ben az Erkel Ferenc általános iskola csapata, és azok az emberek, akik segítik, szeretik ezt az iskolát. De hát ahhoz, hogy elmondjuk ezt a mai eseményt, előbb az Erkel Ferenc általános iskoláról néhány mondatot szeretnék hallani. De az Erkel Ferenc általános iskolának most a 150 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni. Zenei, ugye? Ez fontos. Igen, ez egy zenei általános iskola, ahol többnyire kis létszámú osztályok vannak, amit én nagyon-nagyon jónak tartok, mert ugye ez a gyerekeknek sokkal jobb közeg, és a pedagógusok is sokkal jobban tudnak a gyermekekre figyelni. És most egy olyan program sorozatban vagyunk, ami már ősszel elkezdődött. Ott volt egy csodálatos kiállításunk, most pedig az alapítványi bálunkat fogjuk megnyitni. Ez lesz iskolánk első ilyen bálja. Az Erkeles diákokért alapítvány jóvoltából jöhetett létre ez az alapítványbál, és az 5-ös 10 támogatásával is. És azért gyűjtünk, hogy tudjuk támogatni a diákjainkat mindenben. Most az nagyon érdekes, hogy ki mit tanít, azt érdemes elmondani, majd megmondom, hogy miért. Nekem most második osztályosaim vannak, operás osztály, matematikát, technikát és testnevelést tanítok az osztályomban. Tehát, akkor következzen az, aki az általam két legjobban fél tantárgyat tanítja. Nekem van egy harmadik B osztályom, ahol matematikát, rajzot, testnevelést tanítok, és a felső tagozaton az 5. A osztálynak pedig énekzenét. És még egy hát szomorú meglepetés van, ugye, hogy Ausztráliában ez az óriási tűzpusztítás volt. Hát ez is szintén egy meglepetés műsorunk lesz. Igazgatónőnk kutyájával fog fellépni, és Vackorral, aki igen nagyon, nagyon okos kutya, és ő egy örökbefogadott kutya, nagyon fontos ez is. Most a kutyának elég komoly konferálás az, igen? Hát nagyon komoly feladata és szerepe is van a Vackornak, ugyanis ő általa fogunk gyűjteni az Ausztráliában lévő koala otthonoknak. És tehát akkor a kutyus fog körbejárni, és a nyakában egy ilyen doboz vagy valami hasonló lesz, és akkor ő gyűjt. Ilyen lepel lesz. Úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép gesztus is, ugyanis mint állat, állatbarátaiért gyűjt. Most egy kis mutatvány következik, gyűlölet és szeretet gyors váltakozásra. Úgy szeretlek, mint egy istent, gyűlölek, hitvány, félek, gyűlölek, te rút, végzetem vagy, úgy imádlak. Pusztulj, gyerünk, pusztulj, gyerünk, pusztulj! És most közömbössé válik. Tőlem ugyan jöhet, mehet, tehet, vehet bármit, bánom is, ha fel is fordul, hangyány, itt se számít. Felkötheti magát édes borotvával, az sem vészes, kilódik vagy gyorsan véget, mindegy. Az est házigazdája voltál, és hát nem csak beszéltél, hanem énekeltél, és hogyha jól láttam, egy kicsit táncoltál is. Ezek szerint nagyon jól érezted magad ott a színpadon most ebben a társaságban. Kétségtelenül, mert eleve olyan partnereim voltak, akikkel öröm volt együtt lenni, meg ezt az egész kis meglepetést a közönségnek valóban nagy titokban tartottuk, hogy senki ne tudjon róla, hogy mind arra fakadunk, mert ugye a házi asszony meg én konferáltuk a műsort, és a végén egy kis dalbemutatót tartottunk duetben, és ez úgy látszik, hogy be is jött. Tegyük hozzá, hogy ez az első bálja ennek az iskolának, és te amolyan jótékonysági fellépést vállaltál, tehát te is hozzájárultál a fellépéseddel, a megjelenéseddel ahhoz, hogy itt egy nagyon kellemes, komplett műsor lehessen. És hozzáteszem, hogy élmény volt nekem az is, hogy első bálos lehettem újra, mert ez nagyon régen volt. Köszönöm, hogy imádott, hogy rám úgy vigyázott, de ne küldjön virágot nekem. Köszönöm, hogy becézett, de egy kissé elkésett, mert titokban másé már szívem. Yeah.
úgy hívom Marikát, hogy a bál jó tündére, és hát nagyon meglepődtem, hogy tulajdonképpen első bálozó, hiszen ez az iskolának ez az első bálja. Így van, 150 évesek vagyunk, és most csináltuk első bálunkat, alapítványi bál, és nagy szeretettel jöttem ide. És ezen kívül hány bálon tetszett már lenni? Hát voltam a másik iskolának a bálján is ezelőtt vagy 20-30 évvel, amikor annak az angol követségem volt egy másik bál. És az ilyen egyéb tavaszi bálokban nem tetszett járni? Fiatal koromban jártam, igen. 36 évig a Hunyadi János Énekzenei Iskolába tanítottam, Kodály Zoltán első iskolájába testnevel, és onnan nyugdíjba mentem, 27. éve vagyok ebbe az iskolába. Itt napköz is voltam. Gyerekekkel táborozok külföldön, Budapesten, Dunabogdányban. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyő látható elérhetőségeken. Egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót. A viszontlátásra! Köszöntöm a Terézvárosi magazin nézőit! Önök a Budapesti Rendőrfőkapitányság 6. kerületi rendőrkapitányság tájékoztatóját, a Terézvárosi kék híreket látják. Farkas Piroska rendőrszázados vagyok. Nyomozást folytatunk lopásvétség miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2020. január 11-én délután 1:45 körül a Budapest 6. kerület Balcsi Zsilinszky út 59 szám alatti üzlet hátsó helyiségében az ott talált kulccsal kinyitotta a páncélkazettát, és abból 84.500 forintot eltulajdonított. Lopási kár összesen 84.500 forint. Az elkövetőkről a biztonsági kamera felvételt készített. A felvétel alapján az egyik elkövető férfi 25-35 év körüli, sötét rövidhajú, fekete színű kabátot, szürke színű nadrágot, fekete színű cipőt viselt. A másik elkövető férfi 45-55 év körüli, szakállas, barnás színű kabátot, barnás színű sapkát és farmer nadrágot viselt. Kérjük, hogy aki a képen szereplő személyeket felismeri, személyazonosságukkal, felelhetőségi helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Eljárás indult kisebb értékre elkövetett lopásbüntetének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2020. január 23-án délután 5 óra körül a Budapest 6. kerület Terézkör úton található kávézóban a sértett háta mögé rakott táskát eltulajdonította, benne 150.000 forint készpénzével, irataival és egyéb értékeivel. Lopási kár 206.000 forint. A cselekményt a kávézó kamerája rögzítette. A kamera felvételek alapján az elkövető 50 év körüli átlagos vékony testalkatú fekete szürke sapkát, fekete pulóvert, fekete kabátot, sötét nadrágot és fekete-fehér cipőt viselt. Kérjük, hogy aki a képen szereplő személyt felismeri, személyazonosságával, felelhetőségi helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívószámok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre.
Nyomozást folytatunk lopásbüntet gyanúja miatt ismeretlen tettesek ellen, akik 2020. január 17-én reggel 8:50 és 9 óra között egy Budapest 6. kerületi szálláshely étkező részében eltulajdonították a sértett táskáját, benne pénztárcájával, bankkártyájával, készpénzével, mobiltelefonjával, valamint szobakulcsával együtt. Ezt követően a táskában lévő szobakulcsal bejutott a sértett szálláshelyére, és onnan eltulajdonított egy darab nyakláncot, valamint valutát. A kamerafelvételek alapján a táska eltulajdonításában kettő fő férfi vett részt, akik közül az egyik figyelem eltereléssel fedezte társát, majd a táska ellopását követően egy harmadik férfi ment be a sértett szálláshelyére. Kérjük, hogy aki a képen szereplő személyeket felismeri, személyazonosságukkal, fellelhetőségi helyükkel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 061-461-8141-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680-555-111-es telefontanú zöld számán, a 107 vagy a 112-es központi segélyhívó számok valamelyikén, vagy írjon a 06rk@budapest.polisz.hu e-mail címre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra! Önkormányzati perceinkben ma két intézményvezetővel, iskolaigazgatóval találkozhatnak. Elsőként Martikán Beatrix, a Terézvárosi kéttannyelvi általános iskola igazgatónője lesz a vendégem, majd Bódi Csilla, a Bajza utcai iskola intézményvezetője. Mindkettőiket arról kérdezem, hogy mit kell tudni a beiratkozásról, milyen tanulók válasszák ezt a két igen magas színvonalon működő iskolát, illetve aktualitásokról is fogunk beszélgetni. Az 5+10 kulturális színtér programjait ma Makai Szilvia kulturális szervező tárja önök elé. Ezt követően láthatják Terézvárosi programajánlónkat. Hegedűs Dél Géza színművész lesz a vendége László Lillának, aki ezúttal is színes programkínálattal várja önöket. A Terézvárosi magazinba két témával fogunk foglalkozni. A budapesti gettó felszabadításának 75. évfordulóján emlékezőkkel gyújtottuk gyertyát a gettó falánál készült emlékműről. Magazinunk első felében itt készült felvételeinkből láthatnak egy összeállítást. Párban árban kiállítás sorozat nyílt a Mamaison Isabel Residence Hotelben, mely 3 hónapon át tekinthető meg. A januári megnyitó után vettünk fel egy beszélgetést Steig Gábor Borával, azzal a fotóssal, aki az egész kiállítás sorozatot szervezte. Ez a felvétel 2 héttel ezelőtt készült, ezt láthatják most, és ezúttal szeretnénk fölhívni a figyelmüket arra, hogy február 7-én újabb kiállítással várják önöket. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Kellemes, hasznos időtöltést kívánok! Mai beszélgetésünkben szakértünk, így mondhatnám, Martikán Beatrix, a Terézvárosi kéttannyelvű általános iskola igazgatója, intézményvezetője. Igazgatóasszony, nagyon sok aktuális téma van, ahogy említette a beszélgetés előtt, úgy köszönt egy kollégája, hogy kellemes második fél évet kívánok. Körülbelül valami ilyesmit mondott, igen. Tehát valóban elindult a tanévünknek a második fél éve. Mit jelent ez egy iskola életébe, nevesint a Terézvárosi kéttannyelvű életében? Sok munkát jelent, adminisztratíve értve a dolgot, mert hogy véget ért az első fél év, hát nyilván egyfajta számvetés is, tehát az ember azért, mint pedagógus is, vagy mint intézményvezető is áttekinti, hogy amit fél évre tervezett, az sikerült-e megvalósítania. A diákoknak ugye osztályzatokat jelent, mert megkapják a fél évi értesítőt, ami nyilvánvalóan egy tájékoztató jellegű dolog arról, hogy az első fél év alapján hogy is állnak a gyerekek. Ez a szülőknek is egy tájékoztatás, mert majd az évvégi bizonyítvány lesz az, ami az éves munkáról ad egy érdemleges tájékoztatást. Ettől függetlenül azt gondolom, a fél évi bizonyítvány, maradjunk még ennél a rég megszokott kifejezésnél, nagyon-nagyon fontos a gyerekek életében. Hiszen egy fél évi rossz osztályzat nem azt jelenti, hogy az egész éves munkáját már megbélyegezzük, hanem azt, hogy onnantól van előrelépés, vagy hogyha valaki lazít, akkor vissza is tud lépni belőle. Megvoltak-e az osztályozó értekezletek már? Van-e még ilyenkor javítási lehetősége a gyerekeknek? Egyáltalán az elmúlt egy hónap mire adott lehetőséget, és az én gyerekkoromhoz képest, amikor decemberrel zártuk a fél évet, és a második fél évünk egy hosszabb időszak volt,
Tehát ez a fajta változás, ez könnyedség a gyerekeknek, tanároknak, szülőknek, vagy pedig nehezebb? Hát erről mi is szoktunk beszélgetni, nekünk is még a gyermekkori emlékek ilyenkor előjönnek fél évtáján. Nyilván annak is megvolt az előnye, hogy a decembert már úgy zártuk annak idején, hogy megvolt a félévi jegyünk, a félévi bizonyítványunk, és akkor következhetett a nagy lazítás. Ennek talán akkor annyi az előnye, hogy azért ott van az a félévi szüneti, tíznapos, kéthetes időszak, amikor még rá lehet pihenni, vagy éppen rá lehet készülni az utolsó javításokra, javítási lehetőségekre, vagy éppen a nagy témazárókra. Ami pedig az kérdés elejét illeti, igen, megvoltak az osztályozó konferenciák, és ugye múlt pénteken már lezárult az első fél év, tehát már továbbiakban nem lehet jegyeket szerezni, és a hét az pedig az adminisztrációs teendők elvégzésére szolgál, és hát pénteken tudják meg a gyerekek most már ugye az ekrét a naplón keresztül, illetve a szülők is a fél évi érdemjegyeket, osztályzatokat. És akkor rögtön bejött az e-napló, amit azok a szülők, nagyszülők nehezen tudnak értelmezni, akiknek éppen nincs iskolás korú gyermeke. Én magam is meglepődtem, amikor hallottam valakitől, hogy kiderült, hogy 2-3 rosszabb jegye is van a gyermeknek, és akkor arra gondoltam, hogy létezik, amikor van egy e-napló, tehát a szülő minden nap be tud gyakorlatilag pillantani a gyermek teljesítményébe, hogy akkor mégiscsak kiderül, hogy vannak olyan jegyek, amikről nem tud. Hogyan működik ez a rendszer? Hát, hogy nem tud a szülő róla, azt őszintén nem tudom, de amely jegyeket a tanárok, a szaktanárok, osztályfőnökök beírnak, azok bármikor megtekinthetők. Nyilván itt lehet egy-két napos, akár egy hetes csúszás abban, hogy egy-egy bekerüljön véglegesen a naplóba. Hát ez már csak a szülő érdeklődésén múlik, hogy valóban rendszeresen ránéze. Ennek megvannak a maga előnyei, és megvannak a gyerekek részéről úgymond a maga hátrányai, mert a kis tiklieik azok megszűnhetnek. Hát ugye humoreszkek tömkelege íródott arról, hogy a gyerek hogyan írta alá a saját hiányzását, igen, a igen, saját igen, bizonyítványát, a jegyét, esetleg megpróbálta maszkírozni. A hamisítás szót ebben az esetben ne nagyon használjuk, hiszen mondjuk azt, hogy ez gyermeki csíntevés volt. Akkor ezek teljesen ki vannak lőve a gyerekek ezek részéről? Ezek ki vannak zárva, igen. Ilyen, hát ez mindenképpen lehetőség. Hát igen, ilyen szempontból igen. Mennyire szoktak reklamálni a szülők? Mennyire élnek azzal a lehetőséggel, hogy ők napi szinten tudják követni a gyerekek teljesítményét? Hát én azt gondolom, hogy ebben azért olyan nagy változás nincsen, hiszen reklamálni korábban is jött olykor-olykor szülő valamilyen jegy miatt, de azért ez nem volt egy általános és jellemző. A szülők azért elfogadják azokat az értékeléseket, amit a pedagógusoktól kapnak a gyerekek. A különbség annyi, hogy tényleg napra készen, sokszor ahogy az órának a vége is egy pedagógusnak esetleg éppen ideje van, már be is vezeti a jegyet. Tehát a gyermek még az iskolában van, de a szülő lehet, hogy már tud arról, hogy milyen jegyet kapott aznap. Hűha, izgalmas tulajdonképpen, de egy picit elkanyarodunk a félévi osztályzásoktól, és majd Budi Csillától meg fogom kérdezni, bár itt is tulajdonképpen föltehetném a kérdést, csak még van egyéb aktuális témánk is, hogy mennyire stresszeli a gyerekeket a megmérettetés, mert erről ugye rengeteg vita folyik, sőt, hát az elmúlt időszakban még tetlegességre is, és csúnya bűnelkövetésekre is sor került, hogy a gyerek fél attól, hogy milyen bizonyítványt fog kapni, milyen osztályzatot fog kapni. Tehát nekünk teljesen természetes volt, hogyha rosszul teljesítettünk, rossz a jegy, ki kell javítani. Miért van ez a hihetetlen, úgymond, vagy fölfújt félelem a gyerekekben? Hát én azt gondolom, hogy a szülői elvárások változhattak esetleg meg. Én nem mondom, hogy jellemző, de mi is látunk azért már erre példát, hogy a szülők irreális elvárásokkal állnak a gyermekeik elé, és hát az a gyermek nyilván emiatt stresszel szorong, hogy vajon tudja teljesíteni azokat az elvárásokat, amit a szülők támasztanak. A szülők tisztában vannak a gyermekeik képességével? Hát nagy rész persze igen, de sajnos vannak kivételek. És bizony olyannal is találkozunk, hogy próbáljuk a szülővel megértetni, hogy nem egészen úgy állnak a dolgok, ahogy ő, amilyennek ő látja a gyermekét, de nem mindig van fogadókészség a pedagógus gondolataira. Ez annál is inkább fontos ebben az intézményben, mert ugye két tannyelvi tanítási rendszerről van szó, ami ebben az évben a Terézvárosi két tannyelvénél pont 30 éve van. Hogyan került bevezetése az iskolába a két tannyelvű? Talán csak egy vagy két év előzte meg az általános két tannyelvű tanítás az országos átlagot.
Igen, én ugye akkor már itt tanítottam ebben az iskolában, de éppen otthon voltam az első gyermekemmel, tehát nem éltem át személyesen, ami történt, de azt tudom, hogy mire visszajöttem tanítani, addigra két tannyelvű volt az iskola. Én úgy tudom, hogy 89-ben nyílt először lehetőség arra, hogy két tannyelvű oktatás legyen egy általános iskolában, és a mi iskolánk a következő évben már bekapcsolódott ebbe a programba. Hát én azt gondolom, hogy ebben az akkor intézményvezetésnek volt óriási nagy szerepe Pár Zoltánnénak, akinek ezért mi nagyon hálásak is vagyunk, hiszen ez egy olyan fejlődési útra, pályára állította az iskolát, ami azt hiszem, hogy azóta is csak köszönhetünk neki. Hogy mennyire eredményes az oktatás, illetve milyen jó a két tannyelvi tanítás, azért az a nagyon erős mutató bizonyítja, hogy hány gyerek már 8-ra, 7-re használható nyelvtudással és nyelvvizsgával rendelkezik, ami a mai életvitelben, a mai földgyorsult világunkban elengedhetetlen. Lehet átlagot mondani? Hát én átlagot most biztos nem tudnék mondani, osztálya is válogatja, hiszen nem minden osztályban egyenlő képességű gyerekek vannak, de az biztos, hogy nagyon sokan szereznek. A B1-est azt egészen biztosan megszerzik, mert ugye az egy 8-ostól elvárható szint, legalábbis az 5-ösöktől elvárható szint, de például az idejében is az angolos osztályunkban nagyon sokan letették már a B2-es, tehát a régi középfokúnak megfelelő nyelvvizsgát, és még sokan most a második fél évben fogják ezt megpróbálni. A két nyelvről azért tudni kell, ezt mindig el szoktuk mondani, hogy az angol, legalábbis kezdetben, könnyebben és gyorsabban elsajátítható nyelv, tehát viszonylag hamar el lehet jutni arra a fokra, hogy könnyedén tudunk kommunikálni hétköznapi dolgokról. A német ugye a felépítés, a struktúrája okán egy nagyon precízen tanulandó nyelv, ott az elején lassabb a haladás, és utána kezdődik egy nagyon gyors fejlődés. Tudjuk, hogy az angol a legdivatosabb nyelv, de a németnek is rengeteg előnye van, és önök mindent megtesznek azért, hogy akik a németet válasszák, azok tényleg aktív használható nyelvtudást birtokoljanak, látjuk a cseretáborokra, a különböző utazásokra, a programokra. Mi a vonzó a németben? Hát valószínű a későbbi életcélok benne vannak, tehát ugye a német ajkú országok közelsége, esetleges ottani munkavállalás, tudatos választás olyan szempontból is, hogy nagyon sok német, sváb hátterű család jelentkezik nálunk, hogy szeretné, hogyha a gyermeke itt tanulna. Új tendencia, hogy hazaköltöző családok hozzák gyermekeiket hozzánk, tehát viszonylag sok olyan Svájcból, Németországból, Ausztriából hazaköltöző gyermek jelentkezett már nálunk, vagy fog a jövő évi első osztályban már előzetes jelentkezés alapján tudom ezt mondani, akik itt akarják folytatni a tanulmányaikat, ugye, hogy ne veszítsék el a gyerekek a nyelvet. És hát az is egy szempont, hogy valahol megértik a szülők azt is, amit mi szoktunk mondani, hogy ha már a két nyelv, és általában ezt a két nyelvet azért itt Magyarországon el szokták sajátítani a nyelvtanulók, akkor először a német. Az angol úgymond ragad. Tehát könnyebb megtanulni, mindenhol ezt hallja, ez vesz körül bennünket, másrészt könnyebben tanulható. Egy angol nyelv után, egy angol nyelvtanulás után a németbe belevágni, az hát komolyabb erőfeszítés, és nem hoz akkora sikerélményt, és sokszor el is megy a kedvük az angol tudó diákoknak, hogy a némettel foglalkozzanak, fordítva viszont kiválóan működik. Mind a kettőnek megvan a maga pozitívuma és negatívuma, hát a szülők majd eldöntik, hogy merre felé szeretnék orientálni a gyerekeket. Ez annál is inkább lényeges, hiszen most jön az iskolára választás időszaka, és az óvodák szülői értekezletek keretében meghívják az intézmény vezetőket. Ön is biztos több helyen volt már, mi is ellátogattunk egyre kettőre. Amikor a szülőkkel találkoznak ilyen tájékoztatón, mi az, amire szeretnék fölhívni a figyelmüket? Először is milyen osztályokat indítanak az előzőek tükrében, milyen gyermekeknek való ez az oktatási rendszer, a két tannyelvű, vagy esetleg a másik osztályforma? Két osztályt szeretnénk indítani, mint általában minden évben, egy angolos és egy németes osztályt. Hogy kiknek ajánljuk, én azt gondolom, hogy iskola érett gyerekeknek. Miután felvételi nincs különösebb válogatás a mi iskolánkban sem, viszont azt gondoljuk, hogyha olyan gyermeket hoznak hozzánk, akinek az általános fejlődése tulajdonképpen egy kicsit elmaradt,
az átlagtól, bár azt mondják iskola érett, de mégis nagyon játékos, nem tud igazán koncentrálni, és ezt óvónők a szemüvegben ki tudnák fejteni. Én azt gondolom, hogy ott kellene esetleg meggondolni, hogy hozzák ki a gyermekeket, nem azért, mert valami extra különlegeset kívánunk, mert ugyanúgy indulnak a gyerekek ugyanarról a szintről, csak éppen az a különbség, hogy nálunk azért ott van az a heti 5 nyelvi óra, ami egyrészt plusz 5 órát jelent, akárhogy is nézzük, meg hát mégiscsak egy idegen nyelv, amivel már 6 évesen elkezdenek ismerkedni. A két tannyelvi osztályokban hanyadik osztálytól kezdve tanítanak, vagy tanulnak a gyerekek más nyelven tantárgyakat, vagy az idegen nyelven tantárgyakat? Ez én nekem még mindig eléggé fölfoghatatlan. Első osztálytól. Tehát megvan a heti 5 nyelvórájuk, és azon kívül 3 tantárgyat első osztálytól idegen nyelven tanítunk, vagy idegen nyelven is. Miután elsőben még éppen csak elkezdik a nyelvtanulást, ezért mi ott készségtárgyakat kezdünk el tanítani, hiszen ott azért egyéb tanári kommunikációval, kézzel-lábbal és mutogatással, meg nyilván szükség esetén magyar nyelvű fordítással, magyarázattal is megoldható azért egy-egy órának a végigvezetése, és szép lassan így tulajdonképpen hozzá tudjuk szoktatni a gyerekeket az idegen nyelvű óravezetéshez. Hát utána komolyodik a dolog, tehát harmadiktól az egyik készségtárgyat felváltja a környezetismeret, az már egy igazi szaktárgy. Itt viszont úgy próbáljuk egy picit enyhíteni a helyzetet, hogy mellette megtartjuk a magyar nyelvű környezetismeret órát is. Egyrészt, hogy a megértés segítse, másrészt, hogy a magyar nyelvi szókincs is meglegyen mind ebből a tantárgyból. És hát ötödiktől pedig egészen új struktúra van. Tehát egyrészt azért, mert kötelező a célnyelvi civilizáció nevű tantárgy, akármilyen nyelvről is legyen szó, annak az országnak a kultúrájával, földrajzával meg kell ismerkedni a gyerekeknek, amely nyelvet tanulják, plusz még 2 egyéb tantárgyat is tanítani kell. Ez nálunk szerintem más iskolában is leginkább tanárfüggő, tehát történelmet tanítunk mindkét nyelven, illetve németből az informatika, angolból pedig a természetismeret, biológia, az idegen nyelvű tantárgy. Igen, csak föl kell készülni a tanároknak erre a fajta oktatásra. Kellett-e változtatni a tantestületen a követelmények magas szintje miatt? Én most visszagondolok arra az időszakra, amikor én voltam iskolavezető. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy egyszerűen nem találtunk még csak angol tanárt sem. Tehát egyszerűen abban az időszakban nem volt angol szaktanár. Nem, hogy még a tanárok idegen nyelven tanítsák a saját tárgyaikat. Tehát erre egy teljesen új tanári kart kellett képezni. Ez milyen hosszú időt vett igénybe? Egyáltalán a tanároknak milyen követelmények? Tehát ezt gondolom ma már nem működik, mint a mesélték az 50-es, 60-as években, hogy az összes német tanár 2 leckével volt előbb, hogy az orosz nyelvet megtanulja. Tehát azért itt a gyerekek hallják a környezetben, használják a szavakat, stb. Tehát itt azért a tanároknak nagyon fölkészülteknek kell lenni. Ma azt kell mondanom, hogy ezzel nincs probléma, hiszen az idegen nyelvi oktatás az egyetemeken a tanárok képzése az megoldott. És ugye itt az a speciális, hogy olyan tanárra van szükségünk, aki egy más tantárgyat is, más közismereti tárgyat is tanítani tud, illetve idegen nyelvi végzettsége is van. Alapvetően ezzel nincs gond. A gond esetleg ott kezdődik, hogy manapság úgy általában bármilyen tanárt találni sem igazán könnyű, tehát ebből adódhatnak problémák, de reméljük, hogy ezzel nem lesz gondunk. Visszatekintve mondjuk a 30 évre, hogyha már szóba hoztuk ezt a 30 éves perspektívát, azért az elején nem azt mondom, hogy olyan helyzet volt, mint amit az előbb említettél, hogy 2 órával jár előtte, ugyanakkor valóban az elején gond volt, hiszen 90-ig oroszul, vagy 89-ig, igen, utána meg hirtelen megjelent a többi nyelv, tehát bizony nálunk is az orosz tanárok átképezték magukat angol tanárra, vagy éppen német tanárra, illetve más szakos tanárok, jelesül például én is magyar történelem szakos voltam kezdetben, szépen még fölvettem mellé a németet, és azt is elvégeztem, hogy legyen egy ilyen végzettségem is, amit az iskolám használni tud. Mik a távlati célok? Most a távlati cél az több mindenre ért. Tehát van egy negyed évünk, év végéig egy fél évünk, és van egy, mondjuk azt, hogy egy 5 éves periódus, amiben lehet gondolkodni.
Nagyon messzire, nagyon nehéz gondolni, de azért hát rövid távon természetesen az, hogy ezt a fél évet, a programjainkat végig tudjuk vinni. A beiskolázás az mindig nagyon fontos, tehát hogy a következő évet meg tudjuk alapozni, ez meg kell mutatnunk magunkat, úgyhogy majd nyilván következnek a bemutató napok, a nyílt napok, fogadjuk a gyerekeket játékos foglalkozásokra is. Tehát minden egyes újabb év az egy újabb kihívás, hogy azt nem mondjam harc, hogy rendben legyünk. És hát távlatosan pedig mindig próbálunk újabb és újabb célokat kitűzni magunk elé. Az elmúlt években tehetségpont lettünk, az elmúlt években megvalósítottunk TÁMO projektet, bekapcsolódtunk a Határtalan programba, bevezettük a Sakkpalota programot, az idei évtől LEGO matekot is tanítunk, a jövő évtől az első osztályban, a németes osztályban szorobánnal oktatják a matematikát, tehát mindig újabb és újabb dolgokon gondolkodunk, hogy nem egyszerűen, hogy még vonzóbbá tegyük az iskolánkat, bár nyilván mindenki igyekszik eladni is ugye a művét, hanem azt szeretnénk, hogy a gyerekeink tényleg megkapják a lehető legtöbbet, és azt a lehető fogyaszthatóbb formában, tehát amiből a legtöbbet tudnak profitálni, hogy ezt tudjuk megvalósítani. Mi az alapvető pedagógiai cél jelen pillanatban, amikor egy gyerek bekerül az iskolába? Tehát, hogyha most globálisan nézzük, annak idején ugye a tárgyi tudásra fektették a hangsúlyt, jó alapokat szerezzen a gyerek, biztos tudással lépjen ki az életben. Én gimnáziumi érettséginél, az igazgatómnál, ugye Istvános voltam, volt már egy olyan gondolkodásmód, Isten nyugtassa, dr. Konorot János válogatott gyeplabdás volt földrajzszakos tanár, aki úgy tudtam mondani, hogy Dolomit, minthogyha a világ csodájáról beszélne, és mindig azt mondta, hogy nem az a lényeg, fiam, hogy tudja, hanem azt tudja, hogy hol kell keresni. Tehát ott akkor kim volt az almanak, a lexikon, a háttérkönyvek, és az ő is azt próbálta, hogy próbáljuk meg megszerezni. Manapság ez nagyon egyszerű, a gyerek beüt az internetbe egy szót, és mindent megtalál róla. De valóban csak ez a lényeg? Te nagyon nehéz kérdést tettél fel, tehát nyilván mi is balanszírozni próbálunk a különböző végletek között, egyrészt mert pedagógiai, neveléstudományi szempontból is azért nagyon különböző, és nem azt mondom, hogy szélsőséges, de széles skálán mozgó nézetek vannak. Mi magunk is különbözőek vagyunk, tehát maguk a pedagógusok is, akik tanítanak az iskolában, egészen elképesztő és egészen különböző elvárások érkeznek a szülők irányából. Tehát mindezt kell nekünk valami rendszerbe ötvözni, és hát nyilvánvalóan próbálunk a tudás, a tényanyag, ismeret és az élmények, az élményszerű oktatás, meg a fedezzük fel magunk a világot között valamilyen egyensúlyt teremteni, akár ott az, akár az órán, akár pedig nyilván felkészíteni a gyereket arra, hogy önállóan is ismeretszerzéshez jusson, vagy juthasson. Amit én úgy igazán még fontosnak tartok az iskolában, az nem is annyira az oktatás része, hanem a nevelés része, mégpedig a közösségi nevelés. Én azt gondolom, hogy ez az igazán fontos egy intézményben, hiszen egy olyan világban élünk, ahol azért leginkább mindenki hát ha nem is elmagányosodik, de elszeparálódik a maga világában, és itt van annak a terepe, hogy a gyerekek együtt lehetnek, és közösségi értékeket, a közösségért való cselekvést, a közösséggel való együtt cselekvést azt gyakorolhatják. Ez egy csodálatos cél, a megvalósítása az pedig sok-sok erőt, kitartást kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm kedves szépen. Kedves nézőink, Martikán Beatrix, a Terézvárosi két tannyelvű általános iskola igazgatónője, intézményvezetője volt a vendégünk, hogy nézzenek rá az iskolának a honlapjára, hiszen ettől kezdve nagy gyakorlatilag az információkat a honlapról fognak tudni majd szerezni a kedves nézőink. Még egyszer sok-sok sikert kívánok. Köszönöm szépen. Az intézményvezetők sorában most Bódi Csilla, a Terézvárosi Bojza utcai általános iskola igazgatónője a vendégem, tisztelettel köszöntöm. Üdvözlöm a nézőket. Rengeteg aktualitás van. Hogyha visszacsatolunk az előző beszélgetésre, ugye a fél évi bizonyítványosztásról, már beszélgettünk Martikán Beával, gondolom, hogy hasonlóan indul ez a hét, illetve a második fél év a Bojzában is. Azonban a beiskolázások
való gondolkodása az óvodás szülőknek már elkezdődött, így a szívóvodában már volt egy szülői értekezlet is. Na de nem minden óvoda tart szülői értekezletet a leendő első osztályos szülőknek, tehát nézzük akkor meg, hogy mit tud jelen pillanatban a Bajza, mitől vonzó, hiszen tudjuk, hogy nagyon vonzó általános iskoláról van szó. Köszönöm. Nagyon nehéz minden évben. Igyekszünk a tőlünk telhetőt természetesen nyújtani, amit csak egy iskola nyújthat. Egy többségi általános iskolának elsődleges feladata a 8 év alatt elérni azt, hogy a 8. osztály végén beiskolázzuk a gyerekeket. Ezek is előttünk álló feladatok. A szülők pedig úgy érzik, hogy neki kötelességük, és én ezt helyesnek is tartom, megtalálni a gyereküknek a legjobb intézményt. Ebben sok minden szerepet játszhat esetleg a lakóhelyhez közeli iskola választása, de azért az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a tanítónénén kívül fontosabbá vált az a program, amit az iskola kínál. Mi esetünkben ugye ez a két tannyelvű program, ami vonzóvá teszi az iskolánkat. Ilyen a német nemzetiségi program, hiszen egy nemzetiségi nyelvet oktató programunk van, amiben a német nyelvet hasonlóan, mint a két tannyelvű oktatás, de abban különbözik, hogy mi tantárgyakat nem tanítunk német nyelven, viszont a német kultúrát, a német identitásnak a megerősítését nagyon fontosnak tartjuk. Illetve hát az elmúlt években, és talán most ez a legnépszerűbb, ez a matematika tagozatnak nevezett osztályindítása, amiben mi elsődlegesen egy logikus gondolkodást, egy matematikai gondolkodást szeretnénk elérni. Ehhez hozzájárul egy informatika oktatás első osztálytól, és egy sakkoktatás, amit úgy gondolunk, hogy a tanulás tanításának megalapozásában nagy segítségünkre van. Ez nagyon népszerű, itt igen magas osztálylétszámokkal indulunk. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt elhangzott egy kulcsszó, a tanulás tanításának módszere. A legtöbb gyerek szerintem ott bukik el, és ezt nem a szószoros értelmében Igen. mondom, hogy nem tanítják meg tanulni. Meg lehet-e tanítani a gyerekeket tanulni? Hát ettől azért tőlem sokkal okosabbak megállapították, hogy igen, de én velük egyetértek. Sőt, szerintem meg kell, hogy tanítsuk őket tanulni. Ennek nagyon sokféle változata van, más a kisiskoláskori tanulástanítás, más a felsőbb osztályokban a tanulástanítása. Az alsó tagozatnak az egyik legfontosabb feladata az alapkészségek, képességek ugye elsajátítatása, és mindezek mellett egy olyan biztos olvasás, írás, szövegértés, számolási képesség, amely alapja a tanulásnak. Ha ez hiányzik, akkor a gyereknek az egyéb tantárgyak tanulásában is problémája lesz. És mi azt láttuk meg a matematikában, hogy a gyerekek kimondottan, a gyerekek nagy része, inkább azt mondanám, kimondottan szeret a számokkal játszani, gondolkodni, érdekes feladatokat megoldani. És valahol az évek során néha sikerül az iskolának ezt kioltani. Mi pedig arra törekszünk, hogy ezt az érdeklődést továbbra is fönntartsuk bennük. Tehát végtelen boldogok, én magam is tanítok egy ilyen matematikát magasabb szinten oktató osztályban, a 29 gyerek mindegyike. Az is, akinek nehezebben megy néha a számolás, és az is, aki kiváló, minden órát kimondottan élvezi. És ezt kell, hogy fönntartsuk. Erre törekszünk, hogy ez az érdeklődés, nyitottság végig megmaradjon a gyerekekben. Ez érdekes, mert ugye a gyerekeknek a nagy részénél a matek az a mumus. Igen. Tehát, hogyha ezt a mumust robbantanunk, akkor tényleg sokkal könnyebb lesz a gyerekeknek az iskola. Igen, igen, ez egy nagyon, bennünk is nagyon régóta megfogalmazódó dolog volt, hogy a matematika, hiszen ez egy olyan nagyon szép tantárgy, többek között én is így gondolom, és hogy miért van az, hogy a gyerekek ettől mégis annyira félnek. És hát mi azt látjuk, hogyha ezt megfelelő eszközökkel,
nagyon sok tevékenykedtetéssel jó alapokat biztosítunk, akkor a későbbiek folyamán sem fog félni. Nem biztos, hogy matematikusok lesznek, sőt, biztos, hogy nem matematikus lesz minden gyerekből. Lehet, hogy nem is a matematika területén fog tovább lépni, de a logikus gondolkodás, a probléma megoldó képesség, a miértek keresése, az ott lesz már benne, és szerintem a tanulásnak az egyik nagyon fontos része ez. Milyenek lesznek a tanítónénik? Mennyire felkészültek, ezt megkérdeztem Martikán Beától is, mennyire felkészültek a pedagógusok? Mennyire más, mennyire kell lépést tartaniuk a kor követelményeivel? Gondolom, hogy nem véletlen, hogy egy pár évenként a tanároknak valamilyen pluszt hozzá kell tenni a tanítási módszerükhöz. Hogy működik ez a rendszer? Tehát ugye kötelezően van egy 7 éves ciklus, amiben 120 órás képzéseket el kell végezni a pedagógusoknak, amivel én maximálisan egyetértek. Talán már egy korábbi műsorban én említettem azt, hogy azért szerettek igazából tanítani, mert hogy ugye megfiatalítja az embert, a gondolkodásunkat is. Tehát a pedagógusnak mindig újra és újra meg kell újulnia. Igenis, kötelező a korhoz, a gyerekekhez, az új módszerekhez alkalmazkodni. Én azt gondolom, hogy talán nekem ebben szerencsés helyzetem van, mert nagyon nyitottak a pedagógusaim, nagyon szívesen és bátran mennek olyan képzésekre, amelyben ezeket ők megtanulhatják. Ugyanebben van nekünk nagy segítségünkre, amiről már valóban korábban is beszéltem, a főiskolákkal, egyetemekkel való kapcsolatunk, hogy jönnek a hallgatók, és a hallgató is hoz nekünk új és új módszereket, amiket esetleg mi még nem ismertünk. Persze mi is tudjuk a hagyományos és általunk már nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusok módszereit átadni nekik. Tehát mindig meg kell újulni. A mostani pedagógusaink a következő tanév elsőseinél, ők egy középkorosztály és a fiatal korosztályhoz tartozóak, és ez szerintem nagyon szerencsés. A matematika osztályunkban egy olyan tanítót fogok most első osztályban indítani, akinek matematika a műveltség területe. Tehát tanítónéni matematika műveltség területtel, ami azt gondolom megsegíti őt abban, hogy még színesebben és még nyitottabban álljon a matematika felé. Ugye az első A-osztályunkba indultjuk a két tannyelvű programunkat, ott is az egyik tanítónéni az egy angol műveltségterületes tanítónéni. Tehát próbálom azokat a kapcsolatokat megtalálni, hogy módszertanilag is felkészült, és képzésben is megfelelő legyen, és mindegyikhez mellette legyen egy tapasztalt pedagógus. Idei első, jövő első évünkben egy tanítóbácsi is, ami szerintem nagyon vonzóvá fogja tenni az osztályt. Az oktatás az hogyan tevődik össze az iskolában? Tehát délelőtt vannak a szakórák, és délután a készségtárgyak, vagy pedig délután napközi otthonos rendszerrel, házi feladatírással, külön órák kitöltésével megy a tanítás? Hát elsődlegesen a mi iskolánk az a délelőtt tanítás, délután napközi foglalkozás felállásban működik hosszú-hosszú évek óta, évtizedek óta. Egy picit azért nem tudok igennel és nemmel válaszolni, mert a kétannyelvű oktatás, a német nyelvoktatás olyan plusz órákat hoz, hogy a heti 29 óra mellett a gyerekeknek úgy próbáljuk elosztani az idejét, hogy a készségtárgyakból megy le délutánra, hogy időben tudjon ebédelni, egy picit mozoghasson, és egy testnevelés óra, vagy egy rajzóra az délutánba is csúszhat. Nem minden hétnap, minden napján kell bent maradniuk, heti két alkalom az, amikor délután is van úgynevezett tanórájuk, különben pedig napközi leckekészítés és a külön órák. Mennyire terhelhetők a gyerekek? És itt most kicsit már eltérhetünk az első osztályoktól, és mehetünk végig, hiszen sportolnak a gyerekek, úszni járnak a gyerekek, elmennek különböző zeneórára járnak, és sokszor a szülők ugye arra gondolnak, hogy a zenét fogom kihagyni, mert az egy fölösleges. De azért nagyon tudjuk, hogy vagy tudjuk, hogy ez. Illetve beleestek abba a hibába, hogy mindegyik fontos, sportolnia kell, zenélnie kell, és természetesen még valami szellemi dolgot is csinálni, vagy még a nyelvet is, még azt külön is adjuk, mert hogy ezek mind nagyon fontos. A gyerekek, azt gondolom, a mai gyerekek nagyon jól terhelhetők, de azt is látjuk, hogy nagyon el is tudnak fáradni.
Tehát ahol nincs meg az egészséges határ, ott azt tapasztaljuk reggelente, hogy álmos, fáradt gyerekek jönnek iskolába. Az elmúlt időkben is, én most a fél év értekezletem is, egy kicsikét próbálom azzal kitölteni az időnket, hogy szakmai konzultációkat végzünk a tantestületen belül. Ennek például az egyik eleme ez a reggel éhessen jön a gyerek, vagy reggel cukros és magas szénhidrát tartalmú péksüteményeket reggelizett, szénsavas italt iszik, mert például ezek nagy mértékben befolyásolják az napi indulását a gyerekeknek. Minden éven beszélgetünk erről, hogy még mindig sok gyerek van, aki nem reggelizik, nem azért, mert nincs otthon mit enni, hanem én azt érzem, hogy a szülő felelőtlenségéből. Valamit oda dobok neki, vagy pedig jövünk az úton, beugrunk egy közérbe, és megvesszük a péksüteményt, mert az nagyon egyszerű, nagyon könnyű. Az első két osztályban, első-második évfolyamon nagyon édes dobozuk van a gyerekeknek, be van pakolva nekik a reggeliük, tehát ott sokkal erőteljesebben még odafigyelnek a szülők arra, hogy a gyereknek legyen reggelie, a nagyobbaknál nem. Nagyon fontos lenne, mert az egész napi tanulása ott indul el, ha ő fáradt, álmos, ingerlékeny, akkor ő nem tud koncentrálni, és az egész napja akkor már bizony kicsúszott a sinátoron. Tehát akkor vissza kellene térni az otthon, tehát a szülőknek már most föl kell készülni arra, hogy időben kelek, nyugodtan le tudjon ülni, megmosakodni a gyerek, legyen ideje saját magát összerendezni, legyen ideje reggelizni, hogy biztonsággal és nyugodtan érkezzen a tanítási órákra. Igen, csak ennek követelménye lenne, ugye, hogy este időben lefeküdjön. Én azt gondolom, hogy a kamaszoknál sokkal erőteljesebben kellene figyelni a telefonok használatát. Nem gondolnám, nem vagyok az a típusú, aki retorziókkal és szabályokkal teletűzdelve éli az életét, és elvárja a gyerekektől is, de azt gondolom, hogy a gyerekünk jövője érdekében bizonyos szabályokat meg kellene a családban is hozni. Uh-huh. Tehát azt tapasztaljuk, hogy főként a 10-12 éves korosztály most nagyon sokat használja, akár éjszaka, este is a telefont, a szülő nem veszi észre, mennek a csetelések, nem tud elaludni, másnap fáradtan ébred, és utána még neki mennie kell edzésre, mennie kell zeneórára, és a gyereken csak azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kimerült és fáradt. Azzal nem lesz nagyobb tűrőképessége, hogy azért jár sportolni, hogy ugye kitartóbb legyen. Hozzájárul természetesen, de ha nem adjuk meg a gyereknek, és főként a kamaszoknak, esetleg akár a plafont bámulós fél órát egy nap, akkor a gyerekek kimerülnek. Ez is egy érdekes és megfondolandó gondolatsor volt. A gyerekek mennyit kell, hogy otthon tanuljanak? Ez egy másik kérdés. Ugye ott vannak napköziben, az elvárás talán a szülő részéről az lenne, hogy a napköziben megtanult mindent a gyermek, igen vagy nem? Ha a gyereknek nincs külön órája, akkor mondjuk a kettő, vagy fél három, mert fél három még azért még a nagyok is udvaron vannak, mozognak egy kicsit, hiszen erre szükségük van. A fél három és fél négy közötti időszakban egy óra arra elegendő, hogy minden írásbeli munkát megcsináljon, esetleg egy kicsit elkezdje elolvasni a szóbeli feleletre való tananyagot. Valamennyit biztos, hogy még otthon erre rá kell, hogy segítsen, de mivel, hogy nem egyik nap a másik után ugyanaz az óra van, tehát van azért idő, amikor el tudja osztani a gyerek, vagy be tudja osztani a gyerek ezeket. Inkább az a problémásabb, hogy azért nincs idő a tanulószoba ideje alatt napköziben megtanulni a leckét, mert fél háromkor már furuljára megy, három órakor kosárlabdára megy, négy órakor sakra megy, és este nyolc órakor otthon kell megcsinálni a leckét. Tehát ezt kell végig gondolni a szülőknek, hogy az egy napon hány feladatot végezzen a gyerek, mert sokszor azt látom, hogy sokkal többet várnak el a gyerekeitől, mint önmaguktól. Ők is biztos nagyon sokat dolgoznak, de ha a gyerek 10-12 órát dolgozik egy nap, és hát nevezzük ezt azért annak, hiszen fegyelmezetnek kell lenni, utasítások alapján kell neki működnie, azt gondolom, hogy az nagyon kimerítő. Elhangzott megint egy olyan gondolat, hogy a napköziben megírja a házi feladatot. Én nagyon sokszor mondtam a gyerekeknek azt, annak idején előbb olvasd el, tanuld meg, és utána írd meg a feladatot. Akkor ezek szerint ez a rendszer nem nagyon működik, hiszen nincsen rá idő. Igen, tehát ez az iskolákban, most a napközikben erre nincs lehetőség. Bár
ugye azt mondhatjuk, hogy azért a házi feladatoknak olyannak kell lennie, és én bízom benne, hogy az én kollégáim ilyen házi feladatokat adnak, amit ők órán begyakoroltak, tehát ő tudja, hogy annak a megoldása az mi lesz. Tehát nem egy ismeretlen dologra kell neki valamit rákeresnie, tehát én bízom benne, hogy azért ennek a megoldása egyszerűbb. De az elmúlt időben észrevettem én is, hogy azt, hogy a szöveges megtanulandók, azok háttérbe szorulnak, azok valószínűleg otthonra, hétvégékre. Kell-e még, hogy kikérdezzék a gyerekeket a szülők? Jó ez a rendszer? Nagyon kevés idő jut, szerintem az iskolákban is, és erre nagyobb figyelmet kellene, hogy fordítsanak az iskolák a szóbeli feleletekre, hiszen azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeink nagyon jól kommunikálnak ma már, csetelve, rövid üzeneteket írogatva, és maga a beszéd, az háttérbe szorul. Tehát az iskolának szükséges lenne, és a kutatások is azt mutatják, hogy borzasztó kevés perc az, amit ők szóbeli feleletre fordítanak, sokkal nagyobb szükség lenne. Nehéz 26-28 fős osztálylétszámmal mindenkit megmozgatni. Egy-két szót, hogy ő mond azt, ugye, vagy válaszol egy-egy kérdésre, az nem ugyanaz, mint amikor önmagától összefüggően kellene egy feleletet adnia. Én azt gondolom, hogy vannak gyerekek, akiknek erre szükségük van. Van, aki úgy tud felelni, hogy közben leföljárkál, van, aki úgy tud felelni, hogy ül a helyén is nem szeretne fölállni. De ezeket a lehetőségeket szerintem ma már azért az iskolák tolerálják is, de kevés idő jut rá, kellene, és én azt gondolom, hogy a szülők nagyon nagy segítséget adnának a gyereküknek, aki kérdeznék, hiszen a gyerek megtapasztalja, hogy gondolatban tudom, hogy mi a válasz, ő érti, hogy mit kellene mondania, és akkor rájön, hogy nem biztos, hogy ki tudja fejezni magát, és meg tudja fogalmazni azokat a gondolatokat, ami ott a fejében megszülettek. 2 percünk maradt, 3 percünk hátra. Mitől érdemes, és mitől büszkeség bajzás diáknak lenni? Hát mi erre többféle formában próbálunk megerősítést adni. Én azt gondolom, hogy maga az oktatásunk színvonala, a képzéseink, azok adják ezt a dolgot. Nagyon törekszünk mindarra, hogy a tanuláson kívül is próbáljunk meg a gyerekeknek minél többet nyújtani. A legutóbbi évek talán legvonzóbb része ez a tehetséggondozás, amiben azt gondolom, hogy nagyon alapos és jó munkát végzünk, mi magunk is olyan szervezetekkel vagyunk kapcsolatban, amelyek ennek a tehetségek felkutatásának és a tehetségek felismerésében segítségünkre vannak. Ezért a versenyek nagyon fontosak, ezért nagyon fontosak azok, hogy minél szélesebb körben próbáljuk a tanulást, nem csak a tantárgyi tudást megadni, hanem az egyéb, a külvilágból jövő, a fenntarthatóságtól kezdve, a pénzügyi tudatosságig, minden területen a gyerekeinknek minél szélesebb ismeretet adni. És talán ettől, és várjuk is a bajzába a leendő elsősöket, úgyhogy remélem, hogy az elkövetkezendő időben honlapunkon megtalálható sokan is fognak jönni. Bódi Csillát hallották, kedves nézőink, a Terézvárosi Bajza utcai általános iskola igazgatónőjét, intézményvezetőjét. Sok-sok sikert kívánok az évre. Köszönöm szépen. Az elkövetkezendő percekben, kedves nézőink, Makai Szilviával találkozhatnak, az Ötvös 10 kulturális szervezőjével. Szeretettel köszöntelek. Köszöntöm én is. Kezdjük az invitálásokat az első február 5-i gyermekműsorra. Igen, Fabók Mancsi Báb Színházába várunk mindenkit február 5-én szerdán, egy kora délutáni időpontban. Ő egy hihetetlen felkészültséggel, tudással, kulturális tőkével rendelkező bábszínész, aki nagyon ízesen beszél, és a Székely Menyecske és az Ördög című bábjátékban ezt meg is fogja nekünk mutatni. Milyen korosztályt vártok rá? Kisiskolásokat. Ez a szivárványbérletünk része, de a délutáni előadásra vannak még helyek. A délelőttünk teljesen betelt már, de délután, aki 2-kor ráér nagymamával, akár kisiskolás csoporttal, az jöjjön bátran. Az elmúlt hónapban Kontanellivel beszélgettünk, és hát sok minden újdonság is van az 5-ös 10-ben most januártól kezdve. Van, ami nagyon nagy sikerrel debütált az elmúlt hónapban. Ami jó volt, azt megtartottuk, és új programokat építettünk be a ház struktúrájába, főleg a gyerekeknek, családoknak szánt programok közül
Említenék én most néhányat. Az 5-ös-10 kuckó, ami tulajdonképpen egy játszóház a második emeleten. Most már a héten minden nap van valami olyan program, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, zenészek hoztak be egy-egy ritmusos foglalkozást, egy-egy babusgató foglalkozást. Ezt tölti ki a legkisebbek mindennapjai, délelőtt és délután. Illetve a hétvégén elindult egy nagyon sikeres programunk, aminek februárban is lesz folytatása, és ezért indokolt erről most beszélni, és én erről nagyon sok fotót hoztam. Ez a feldúlt mesepadlás rejtélye, ahova kisiskolásokat várunk, tehát alsósokat, és egy igazi délutáni nyomozásra invitáljuk őket, ahol furfangos ravasz feladatokon keresztül kell egy-egy mese rejtélyét megfejteni, és aztán lehetőség van kézműveskedésre is. Ennek tehát a premierje megvolt januárban. Hányan vettek részt a programon? Limitált tulajdonképpen a létszám, 10-10 gyerek vehet egy-egy órás foglalkozáson részt, és ezt maximálisan kitöltötték. Nagyon fontos, hogy regisztrálni kell, erre a programfüzetünkben, honlapon, Facebookon ott van egy e-mail cím, Böjte Kata kolléganőm címe, csak az vehet részt a programon, aki regisztrál rá. Na most erre ugye kisiskolás korosztályt várunk, hogyha bemennek a gyerekek, akkor ők magukban vannak, egy vezető segítségével, a szülők ki vannak belőle zárva, vagy pedig közösen oldhatják meg a rejtélyeket. Kollégáim ott vannak és segítenek. A szülőktől pedig azt kérjük, hogy foglalják el valami mással magukat ebben az egy órában. Amire sok lehetőség van, hiszen vannak lent kiállítóterek, meg lehet nézni a kiállításokat, van könyvtár, majd mindjárt a könyvtárról is egy kicsit beszélünk erről a nyitott könyvtárról, és hát természetesen a büfé is rendelkezéssel, meg a ház is azért egész nap működik, tehát sok mindenre rá lehet pillantani. Mi az igazi trúváj ebbe a feldúlt mesepadlásba? Tehát az izgalom, a keresésnek az öröme, vagy pedig mi az, amitől ennyire vonzóvá vált? Ez már két kulcsszó, amit mondtál, tehát hogy megkeresni, megtalálni, kinyomozni valamit, olyan részeit használni egy szombat délután az agyunknak, amit lehet, hogy nem tettünk volna, és tényleg zseniális feladatokat találtak ki a kollégáim, és izgatottan varták a zsákokat, színezgették, mert hogy különböző illatokat kell felismerni, egy-egy állat részeit kell összerakni, tehát olyan sokfajta készséget, képességet kell használnia a gyereknek a nyomozás során, mint egy igazi nyomozónak. Reméljük, hogy sikeres lesz, és hosszú időn keresztül fog ez a program folytatódni. Sok programon voltunk mi is most az elmúlt időszakban forgatni, az 5-ös 10-be többek között ugye elmentünk a Nosztalgia Táncklubba, hiszen a Kristály Duóval készítettünk riportot, és meglepődve láttam, hogy mennyire népszerű az idősebb korosztály számára ez a fajta program. Igen, mert attól, hogy idősebb valaki, nagyon fontos, hogy ne gubózzon be, hogy ne maradjon egyedül akár otthon, akkor is, hogyha egyedül él. Jöjjön el a Szenyor Örömtáncra, jöjjön el két hetente, akár a Kristály Duóval táncolni, akár Bakacsi Bélával táncolni, jöjjön el gerinctornára, mozduljon ki, beszéljen, legyen közösségben. És annak nagyon örülünk, hogy ezt a kerületben az itt élő szépkorúak már tudják talán, és észreveszik, és használják. Hiszen ez lenne a lényeg, hogy minél többen részt vegyenek rajta. Kiállításokban is bővelkedett a januári hónap, és nem lesz ez más, hogy februárban sem, amin mi legutóbb részt vettünk, ugye a Spiritus Együttesnek, vagy alkotócsoportnak a kiállítását, fergeteges és csodálatos alkotásokat láthattunk, ugye 10 évnek a termése, de maga az alkotócsoport 14 éves, erről a mai, ez történt a hétemben is láttak összefoglalót a kedves nézők. Mi az, amivel februárban készültök kiállítás kapcsán? Egy fantasztikus képzőművész házaspár él a kerületünkben, és most az ő közös páros kiállításukra kerül sor. Toró Anna Mari és Kacsó Fugecu
állít ki nálunk, és még a tereket is teljességben elfoglalják. Az első emeleten láthatjuk majd Anna Mari festményeit, és István Fugecó képeit pedig a Pince galériába. Tehát, hogy egyáltalán nem szokványos megnyitónk lesz majd február 6-án. Dr. Feledi Balázs mond egy köszöntő beszédet és laudációt az első emeleti galériánkba, majd a népes társaság levonul a pincébe, és ott folytatódik. Ez valóban egy rendhagyó kiállítás megnyitó lesz. Mennyi ideig lesz látható a kiállítás? Február végéig. Február végéig. Na és akkor menjünk tovább, hiszen a programok sorában ugye most a helytörténetre is egy picit rákoncentráltunk, továbbra is mennek a helytörténeti séták, amire regisztrálni kell, és amelyeket Macó Balázs kiválóan tart, és hát nem csak a helyieknek, hanem mindazoknak, akik Terézvárosra kíváncsia, de a hatkor is egy jól menő programcsoport. Az ilyen típusú megnyilvánulások vagy programok mennyire divatosak, mennyire kell rájuk szervezni, vagy pedig megy magától? Soha nem árt rászervezni egy-egy programra, de én azt gondolom, hogy Roszinszky Bella volt az a fantasztikus városvédő, Teréz anyu, aki elindította igazából a helytörténeti szemléletet, gondolkodás sétát Terézvárosban. Az ő nyomdokain haladunk, immáron Macó Balázssal, aki kiváló urbanista, múzeológus, néprajzos. Negyedik éve tartja ő a minden hónap második kedjén a klubfoglalkozásokat, és aztán a sétákat. Jönnek azok, akik Balázs szeretik, jönnek, maradtak azok, akik itt voltak már a helytörténeti klubban, úgyhogy egy ilyen népes 50-60 fős társaság szokott összejönni egy-egy klubfoglalkozáson. De hát nem csak magáról Terézvárosról kaphatunk színes képet ezeken a foglalkozásokon, hanem az egyéb dokumentum filmklubon, vagy az egyéb olyan jellegű programokon, ahol úti élmények, beszámolók is láthatóak. Igen, akkor van a helytörténetünk, de van dokumentumfilmklubunk, ami idén ma indul, ma este egy Kodály filmet vetítünk, de februárban két izgalmas filmmel készülünk, február 10-én Hanvas Bélát ismerheti meg az közelebbről, aki eljön a filmklubba, és aztán pedig egy nagyon izgalmas, érdekes 56-os történettel folytatódik a filmklub, aminek Lili a címe, ez február végén. És igen, céloztál az úti beszámolók sorozatunkra, mert hogy évek óta népszerű program, azért, mert jártunk valahol, azért, mert szeretnénk elmenni valahova, vagy azért, mert teljesen reménytelen, hogy eljussunk adott célországba, ezért mi előadókat hívunk, és most Japánba utazunk, hogy megnézzük ott együtt a cseresznye virágzást, mert hogy Varjas Gabi blogger eljutott már oda, és ilyen nagyon szép képeket csinált, és nagyon jókat írt róla. Milyen érdekes, hogy egy blogger szemléletén keresztül lehet látni, vagy megtapasztalni, majd személyesen is az élményeket, és most azért emeltem ki, ugye, mert a bloggerek egy külön műfajt honosítottak meg Magyarországon, és épp talán a beszélgetésünk előtt egy pár gondolat elég, arról beszélgettünk itt Szilvivel, hogy az egy percben eljutott üzenetek kiváltják-e egy-egy társas beszélgetést, egy-egy kapcsolatot, egy-egy hosszabb lélegzetvételű műsort. Mi a tapasztalatod? Tehát pont a bloggereknél talán az, ott is a rövid információknak az eljuttatása lenne a lényeg, nem? Rövid információk, igen, sok-sok képes információ, de aztán mindenki szereti, hogyha olvassák, hallgatják azt, amit ő elkövet, megalkot, úgyhogy azt gondolom, hogy egy blogger is szereti, hogyha beleklikkelnek a cikkébe vagy az írásába, és hosszan részletezve írja le azt a néhány száz kilométert, ahogy vonattal cikázik Japánon keresztül. Ez az én üzenetem, ugye, hogy nem biztos, hogy minden információt és értékes gondolatot 30 másodpercbe, egy percbe el lehet juttatni ahhoz, aki éppen olvassa az írásainkat, tehát érdemes egy kicsit a dolgok mélyébe is belenézni.
képzőművészet. Hát ez sem maradhat ki egyáltalán az Ötvös Tíz életéből. Nem, nagyon szerencsések vagyunk, mert olyan sikeres művészettörténészekkel találkoztunk az elmúlt évek során, akikkel ilyen nagyon-nagyon népszerű, jó sorozatokat tudtunk csinálni. Most Görbe Márktól elköszöntünk egy évre, de több lelkes néző, vendég már petíciót készül meg, fogal, Márkot vissza, ez a címe. De mi most ezt a hiányt és ezt az időszakot szeretnénk pótolni, és Katona Júlia interaktív képzőművészeti sorozatára várjuk a nézőinket. Ez február? Ja, igen, az egy cseresznyevirágzás volt a február 17-e, elnézést fölveszem hozzá a szemüvegemet. Február 11-én, majd március 11-én, és nagyon fontos, hogy mindenki hozza magával, hogyha van okostelefonja, mert hogy ennyire interaktív lesz, és különböző dolgokat együtt fogunk kipróbálni. Egy egészen másfajta megközelítéssel, nem kronológia, nem stílusok az, ami mentén megyünk a képzőművészetben, hanem az érzelmekről, a testbeszédről, a testképekről fogunk együtt közösen Katona Júlia vezetésével beszélgetni, gondolkodni, hogyan jelennek meg ezek a fogalmak a képzőművészeti alkotásokon. És milyen jó, hogy vannak ilyen okos eszközeink, mert pillanatok alatt rá lehet keresni azokra a képekre, okay, azokra a tárgyakra, a műalkotásokra, amik ezekről beszélnek. Egyébként hozzá kell tennem, hogy a 10 éves kiállításotokon volt néhány olyan bronz szobor, amelyek olyan érzelmekről és olyan hihetetlen testbeszédű kifejezésekről tanúskodtak, hogy kevés olyannal találkoztam, úgyhogy gratulálok még egyszer, mert tényleg... Párkányi Rab Péternek, mert hogy ezek az ő alkotásai voltak, gesztusok, formák. Igen, elképesztő, tehát érdemes erre is rákészülni. Beszéltünk ugye a Cseresznye virágzás idején című február 17-i úti beszámolákról, viszont az előadásokról még nem esett szó, hiszen az is lesz ismételten. Igen, újra sokkolni fogjuk az előadások programon a nézőinket, hallgató vendégeinket. Bánki Györgyöt hívtuk, aki egy rendkívül népszerű pszichiáter, és van neki, fontos témának tartja a narcizmust, ami azt gondolom, hogy napjaink vírusosan terjedő személyiségzavara. Ő is ezt gondolja, és erről fog hosszan beszélni. A narcizmus bennem és a másikban. Tehát olyan könnyű valakire ráfogni, hogy egoista, önző, stb. Egy picit talán mögé kell nézni, és magunkon is elgondolkodni. Ebben segít nekünk majd dr. Bánki György. Kedves nézőink, ezek voltak tehát Makai Szilvi által idehozott kínálatok az Ötvös Tíz kulturális szintér életéből. Éljenek a lehetőséggel, hiszen az intézmény reggeltől estig, késő estig várja az érdeklődőket, és érdemes ezeken a programokon részt venni. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok! Köszönjük! Szeretettel köszöntöm nézőinket, László Lilla vagyok. Január utolsó programajánlóját mondom most, bármilyen hihetetlen is, egy hónap már eltelt ebből az évből. De ne csüggedjenek, hiszen most is lehet remek jó programokat csinálni, illetve hogyha velem tartanak, nem csak ezekből szemezgetünk, de egy érdekes beszélgetést is hallgathatnak majd, ugyanis Hegedűs D. Géza érkezik hozzám. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzük először 6. kerület eseményeit. Véradás a Magnetházban. Ha egészségesnek érzi magát és szívesen segítene másokon, feltétlenül számítanak önre a Magnetház rekettje termében. Egyetlen véradással 3 betegen lehet segíteni. A levett vérből plazma készítmények, vörös vérsejt és vérlemezke koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem csak a vércsoportját ismerhetik meg, de a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a hepatitis B, a hepatitis C, a szifilisz kimutatására.
hatására is. Véradó lehet mindenki, aki egészségesnek érzi magát, akinek az adatfelvételhez lakcímkártya, személyigazolvány és tajszáma is megvan. Ezek ugyanis mind szükségesek a vérvételhez. A regisztrációhoz szükséges igazolványok közül a tajkártyának elég, ha csak a számát tudják. Külföldi állampolgárok esetén magyarországi lakcímet igazoló papír is szükséges, illetve mindenki adhat vért, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65, akinek a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. A tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év mióta elkészültek. Egy kis szúrással bizony életeket menthetünk, így ha tehetik, látogassanak el a Magnetházba január 28-án kedden 14 és 17 óra között. Amerikai komédia az Operett Színházban. New Yorkban vagyunk 1938-ban, a La Paz nevű luxushajó fedélzetén. Egy munkamániás, besavanyodott ifjú üzletasszony Tony és egy sármőr kalandor Frank viharos találkozásának lehetünk tanúi. A fordulatos történetről csak keveset szeretnék elárulni. Annyit azonban már most kiszivárogtatok, hogy a Monte Carlo-ba tartó tengeri úton különös figurák népesítik be a fedélzetet. Megjelenik például Tony vőlegénye, a degenerált pénzarisztokrata Albert, egy brutális feleség Edith, és az asszony terrorja alatt szenvedő némult kis férfi Alphonse, a tétova titkár Benjamin, akinek kétszer is egy tibeti hangtál változtatja meg az életét, vagy épp Tony fékezhetetlen életkedvű anyja Irin, aki legalább 10 évvel szeretne fiatalabbnak látszani a saját lányánál. Nagy pénzek forognak kockán, és aki csak teheti, labdázik a másik szívével. Mindeközben pedig a luxushajón tombol a swing, a jazz történet máig élő legfényesebb korszakának vérpesdítő muzsikája. A zenét a kornak megfelelő swinges, jazzes dallamokkal és ritmusokkal az Artisius és Fonogram díjas komponista és szaxofonművész Bársony Bálint szerezte, aki a produkcióban maga is színpadra lép az általa vezetett zenekar élén. A librettót és a dalszövegeket Lőrinci Attila írta. A 30-es évek nagy sikerű színpadi szerzőinek, Aszlányi Károlynak azonos című komédiája alapján. Janzakat, a Homonnai Zsolt, Falusi Marian és a többi művész garancia minőségi szórakozásra. A darabot január 31-én, február 1-én és 2-án 19 órától láthatja a közönség. Ricse Ricse Beatrice, rock musical az Új Színházban. Nagy Feró személyisége alkalmas arra, hogy a magyar hőst, az egyszerű népfiát tárja a nézők elé, aki öntudatosságával, hitével, tehetségével és született színészi képességeivel mindig átlépett az elég gördített akadályokon. A múlt rendszerben a Beatrice a titkos szolgálat által megfigyelt együttes volt. A történeti hivatal dokumentumainak tanúsága szerint folyamatosan jelentettek koncertjeikről és figyelemmel kísérték a zenekar tagjainak életét. Is. A műben elhangzanak a Beatrice emblematikus dalai, mint a Jerikó, az Angyalföld, a Nagyvárosi Farkas, a Motorizált Nemzedék, a Térden állva, a Késő már és természetesen a későbbi slágerek, mint az Azok a boldog szép napok is. A fiatalkori Nagy Ferót Kurko József Kristóf, míg a jelenlegi Nagy Ferót saját maga alakítja. A rockhóruk, ahogyan elnevezték ezt a külön műfajt, két felvonásban január 30-án és február 6-án várja a közönségét este 7 órási kezdéssel. A kételj fátylai a Mozsár bisztróban. Pár barát egy zavartalan hétvégét készül eltölteni egy vidéki villában, a nyugalmat és a megérdemelt pihenést keresve. Ehelyett az idill helyett egy igazi büntény színterén találják magukat. Massimo Ardizzonit, a gazdag iparmágnást meggyilkolták. Csak a nyomozó tanoncok segíthetnek De Angelis felügyelőnek a bonyolult ügy megoldásában, hogy fény derüljön a titokra. A népszerű új játéktér a Mozsár műhely kis hangulatos bisztrójában mutatkozik be a kételj fátylai január 30-án este 7 órakor. MVM koncert a Zeneakadémián. Magyarország egyik legrangosabb hangversenysorozata, több mint 15 éve a nemzetközi klasszikus zenei élet legjelentősebb művészeit hozza el a hazai zeneszerető közönségnek. Mindemellett mindig is különös figyelmet fordított a fiatal tehetségek bemutatkozási lehetőségére. Az MVM koncertek sorozat részeként meghirdetett junior prima díjasok hangversenysorozata pedig lehetőséget biztosít a díjazottaknak nagyszámú közönség előtt bemutatkozni. Az MVM koncertsorozat célja, hogy világszínvonalú produkciókkal kényeztesse a komoly zenét szerető és értő közönséget, valamint hogy a fiatalokkal is megszerettesse a komoly zenét és a hangszereit. Február 1-én a zongora kerül a középpontba a Zeneakadémián, Elis Saraot zongora estje révén. A koncert este 7:30-kor kezdődik, szeretettel várnak minden komoly zenerajongót.
Senior Akadémia az 5-ös 10-ben. A Senior Akadémia oktató program 50 év felettiekről, nem csak 50 év felettieknek. A téma az idősödő civilizáció és annak hatása gondolkodásunkra, mindennapi tevékenységeinkre. Ez alkalommal dr. Jászberényi József felnőtt képzési igazgató az időskori félelmek témakörét járja körbe, és ad gyakorlatban is jól használható tippeket, hogy azok ne hassanak ki az életre. Szeretettel várja az 5-ös 10 a közönséget, nem csak 50 év felett, január 30-án csütörtökön, 15 órakor. A program ingyenesen látogatható. Mit szólnának hozzá, hogyha egy igazi, autentikus, kínai programot ajánlanék most figyelmükbe? Kultúra, gasztronómia, mindenféle élvezet, ez vár ugyanis ránk a fővárosban. Negyedik kínai tavasz ünnep, kulturális és gasztrofesztivál. 2020-ban első alkalommal kültéren rendezik meg a kínai tavaszünnep kulturális és gasztrofesztivált a helyi kínai közösség környezetében, a budapesti kínai negyedben. A negyed központi utcája Jegenye utca ad helyet a kulturális és gasztrosóknak, ami erre az időre le lesz zárva az autós forgalom elől. A program bővebben így néz ki. A Jegenye utcában 10-től fél 11-ig kínai petárdák, sárkány és oroszlántánc, népviseleti és ünnepi jelmezes felvonulás lesz. Fél 11-től 4 óráig magyarok felpróbálhatják a kínai népviseletet cosplay formában. Fél 11-től szintén délután 4-ig megáldott vörös szalagok felkötése a kívánság fára, ez a program. Délután 5-től pedig csak másodikán tűzijáték lesz. A színpadon 10-től 12-ig, majd délután 2-től 4-ig népzene és hangszerek, néptánc, kung fu, kipao és sok más kulturális bemutató lesz. A fűtött sátrakban lesz például teakészítés és kóstolás, kínai kézművesség, kalligráfia és festészet, hagyományos kínai orvoslás, családi és gyermekprogramok. A szervezők természetesen a gasztronómiáról sem feledkeznek meg, így több száz kínai étel, ital és édesség különlegesség vár mindenkit. Szeretettel várnak minden érdeklődőt és kínai kultúra szerelmest február 1-én és 2-án. A program ingyenes. Természetesen ezen a héten sem maradhat ki egy izgalmas vidéki program. Mit szólnának hozzá, hogyha Békés megyébe látogatnánk egy igazi farsangi mulatságra? Békési farsangi forgatag. Egy jó hangulatú zenés, táncos, jelmezes forgatagra hívnak minden kicsit és nagyot, aki szeretne egy jót mulatni. 15 órától indul a színpadi programok színes kavalkádja. Minden jelmezben érkező gyerkőc vendég egy finom farsangi fánkra és egy tombola szelvényre. A jelmezversenyre 16 óra 30-ig lehet jelentkezni. 17 órától kiszebábékedéssel búcsúztatják a telet, és Tierra Jimmy tűzidomár is bemutatót tart. 18 órától vendég lesz a méltán híres Iszkiri gyermekzenekar. Ígéretükhöz híven pedig a Jön a mamut slágerük sem fog hiányozni a repertoárból. 19 órától táncba invitálnak minden érdeklődőt a Belencéres Néptánc Együttes tagjainak közreműködésével. A táncházat Hankó Tamás vezeti. Foglalkozás, fotósarok, arcfestés, egészségszoba, óriás játszóház és helyi termékek bemutatója is várja a látogatókat február 1-én szombaton 15 és 22 óra között a békési Kecskeméti Gábor Kulturális Központban. A program ingyenes. Következő vendégem 47 éve színész rendező. Ez alatt meg annyi színdarab, játék és tévéfilm, CD és hangoskönyv köthető a nevéhez. 23-nál is több díjat kapott. Legutóbb az elmúlt 2 évben szintén őt választották meg a legjobb férfi főszereplőnek. Emellett nagy jelentőséggel bír életében a tehetségkutatás és gondozás. Nem csak hogy tudja, de tanítja is a színész mesterséget, a Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész Hegedűs D. Géza. Szeretettel köszöntöm. Köszönjük. 47 év, kimondani is elképesztő, és még mindig szereti. Hát ez az életem, tehát olyan nekem, amikor összenő minden mindennel. Tehát ha fölkelek, akkor át meg átszövi a magánéletem a színház a magánéletet. Tulajdonképpen egyé vált már minden bennem. Valahogy nagyon mutatta az irányt amúgy is az élet, mert így, hogy kutakodtam az ön múltjában, azért itt apuka, nagypapa, minden a művészethez kötődik, mindenki hát valahogy kapcsolódik a színházhoz. Visszamenőleg könnyű ráfogni dolgokra, én is próbálom összerakni persze a dolgokat, nagyon érdekes ez, hogy igen, azt szoktam mondani, hogy
kettős kultúrában szocializálódtam, és kulturálisan is úgy nevelkedtem. Szüleim valóban magyar történelem szakos tanárok voltak Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, Ibrány községben, ma már kisváros, járási központ. Tehát azért ez alatt a fél évszázad alatt, amit majdnem nekem az én pályámnak fölfestett, ez tulajdonképpen így, ez is egy, az én kis szülőföldemnek ez a gyönyörű települése ilyen gyönyörűen fejlődött és teljesedett ki az ott élő emberek szorgalmának is köszönhetően, hogy éltem egy nagyon bensőséges, intenzív családi élet kellős közepén, két lánytestvéremmel, gyönyörű könyvtárral, magyar történelem szakos tanárok voltak a szüleim, édesapám szépen hegedült. Volt ott művész szívén. Nagyon érdeklődtek minden iránt, ami művészet. Apám még a magyar történelem mellett még művészettörténetet is tanított, ezt a szakot is elvégezte az egyetemen, tehát a képzőművészethez is nagyon kötődött. Nagyon szerették a színházat, a mozit, tehát, és kíváncsiságuk vitt is, ahogy bennünket is vittek, hoztak, mutattak mindent, próbáltak ideadni nekünk mindent, amit csak lehet. Tehát egy nagyon erőteljes értelmiségi közeg volt az, amiben léteztem, viszont a rokonság ugyanott Tibrányban, szanaszét kispolgárok, vagy mesteremberek, vagy pedig anyám révén paraszti rokonság. Így aztán, amikor kitettem a lábam otthonról, akkor én kinn a természetben, az állatok között, a földön, növényi kultúrákban, kertben. De soha nem merült fel, hogy mezőgazdasággal foglalkozna, vagy? Nem, de valahogy olyan érdekes, hogy nyilván, és a mindennapi létezésünk is kiparancsolta ezt, mert falusi közegben ugye, hogy mondjam én, 53-ban születtem, tehát vissza lehet gondolni a történelemben, hogy nem voltak akkor még ilyen hihetetlen gazdag kínálatai az üzleteknek, tehát önellátásra kellett berendezkedni. Nekünk is volt kertünk, ott megtermelte anyukám a különböző konyhakerti, fontos, szükséges, háztartásban szükséges zöldségeket, a gyümölcsöt megteremtek. Ez mégsem volt elég, hiszen akkor jöttek színházi, színészi ambíciók ebben a környezetben. És aztán az történt, hogy természetesen a szüleim, mint sok kortárs pedagógus társai és fiatal emberek voltak, nem volt még televíziós, úgy önmaguk szórakoztatására és meg a település szórakoztatására színházat csináltak. A lakásunk mellett volt egy olyan épület, amiben két tanterem volt, de a két tantermet, két ilyen vastag, hatalmas, nagy belső terű, vastag tölgyfa spaletta választott el, hangszigetelten. Tehát tanítottak itt is, ott is. De azt a célt szolgálta, hogy ünnepi események alkalmával, vagy mondjuk, ha egy színházi előadás, vagy egy koncert volt, vagy egy bál, valamilyen otthoni falusi rendezvény, akkor össze lehetett nyitni a két tanteremet is, mint itt egy nagy terem itt volt. Itt volt az első nagy bemutatkozás. Itt volt a nagy beavatás, amit én nem is tudtam, hogy mi ez. A mi lakásunk, mivel a szomszédban volt, volt az öltöző, és akkor a Mágnás Miskát játszották, Molnár Ferenctől a Doktor urat, szüleim is játszottak ezekben a darabokban. Emlékszem rá, hogy ott volt egy tükör, ami előtt ült az egyik szereplő és bajszút ragasztott magának, és akkor rácsodálkozva néztem, hogy a csupasz képe egyszer csak már bajusszal itt lesz más karakter. Itt már tudta, hogy ön is ezt szeretné? Fogalmam nem volt, de azt mondtam, hogy én is kiköveteltem magamnak egy bajszot, és le se engedtem venni magamról, ráragasztották masztisszal. És itt maradt egy életre. És aztán abban aludtam, tehát valahogy egyszer ott csak ott valami történhetett. Középiskolába Debrecenbe kerültem, nagyon érdekes, hogy a Varga utcában volt a Pécsi Mihály építőipari technikum, ahol az építőgépészeti tagozatra jártam, vele szemben volt, közvetlenül a sulival szemben a kollégium. A Varga utcára kiléptem és mentem a suliba, csak jobbra kellett nézni, és
hamarosan belefutott a Szent Anna utcába, és folytatódott a Battyányi utcával is. A Battyányi utca körülbelül 200 méter után végén egyszer csak ott volt a Csokonai Színház. Az a gyönyörű, fantasztikus épület. Megint csak mutatta magát az út. Valahogy nem, tehát az első pillanat, amikor oda mentem, és felfedeztem a környezetet, a várost, szinte az első utam a színházhoz vezetett. A legtermészetesebben oda jutottam el. Azért volt itt egy érdekes momentum, hogy valahol azt olvastam, hogy gyermekorvos lett. Ó, az majdnem, az meg ez az építészeti technikum, azért itt voltak kérdőjelek? Vagy nem, volt hát úgy bizalmatlanság, hogy esetleg mégsem, ez mégiscsak hobbi marad, és mégsem leszek én ebben annyira kimagaslóan jó? De végül is a színház az ott a középiskolás koromban vált nagyon nagy szerelem, még felfedeztem. Nézőterén ültem mindig, amikor volt szabad. De 30 évesen elbizonytalanodott, ott valami történt. De én még most a kamaszkoromról, a pályaválasztás előttről beszélek, és akkor onnan indult el, 71-ben felvettek a főiskolára, 75-ben végeztem, és Bárkonyi Zoltán, a Vígszínház az akkori igazgatója szerződtetett le. Igen ám, és nagyon-nagyon erősen és robbanékonyan indult a pályám, energikusan, sok feladattal, tévében, filmben, színházban. Valahogy a személyiségem fejlődése és a pályám alakulása nem volt szinkronitásban. Valahogy a pályám megelőzött engem, nem tudok jobb példát mondani. Akkor? Most tudom már visszamenőleg analizálni ezt a helyzetet, és szerintem amit ön most megidézett, egyszer csak önmagam a sok élettapasztalatommal, amit már addig összegyűjtöttem, meg pályán összegyűjtött tapasztalatommal, hirtelen egyensúlyba kerültem én magam, mint egyéniség, személyiség, individuum, magával a technével, a pályagyakorlás, és hirtelen ott ráláttam valószínűleg az akkori helyzetemre, és akkor gondolkoztam el, hogy vajon jó helyen vagyok-e, vagy sem, és valóban érdeklődtem, idáig jutottam, hogy 35 éves korig lehet orvosi egyetemre jelentkezni, és már meditáltam, hogy igen, lehet, hogy mégis még nem vagyok lemaradva a dolgokról, tehát lehetnék gyerekorvos. És akkor mi történt? Ugyanebben a pillanatban én akkor is a Vígszínház tagja voltam. A Radnóti színpad, még akkor úgy hívták, hogy Radnóti Irodalmi Színpad, Keres Emil csodálatos színész volt az igazgató, meginvitált egy felvonásos főszereplőre, Görgei Gábor Éjjeli ügyelet című darabjába, amiben egy karácsony éjszakai ügyeletet tartó orvost kellett játszanom, Pécsi Ildikó partnereként. Akkor, amikor majdnem orvossá. Pont ebben a pillanatban is. Akkor volt egy nagyszerű, fantasztikus ember, aki már sajnos nincs köztünk, Jakab doktornő, volt az én gégészem, és hozzájártam intenzív tanfolyamra, hogy hogyan kell a kellékekkel, az orvosi eszközökkel bánni, gyakoroltam, hogyan kell fület vizsgálni, torkot megnézni, hogyan kell injekciót adni, hogyan kell vérnyomást mérni, nem tudom, mindenféle, és hogy viseljük, hogy, és a próba alatt egyszer csak észre se vettem, és már orvos lettem, és tulajdonképpen kipipálva a szerepem által, egy orvos szerep által, ezen már túl is lendültem, és már haladtam tovább ezen a csodálatos pályán, amit tényleg valóban itt vagyok már 73 óta a Vígszínházban. Gondolkozott már azon, hogy mi a titok? Tehát, hogy olyan rengeteg díj, most én tényleg csak néhány elismerést soroltam fel. 23 díj, tavaly is, tavaly előtt is, a legjobb férfi nem készítettem statisztikát, én rácsodálkoztam most, hogy igen, tetszett ilyen számokat. Igen, többnek vagy kevesebbnek érezte, vagy mindegy. Nem, hát hogy vannak, hogy számok. Vannak számok, és csodálatos számok vannak. És ez nem véletlen. Tulajdonképpen ezek csak ilyen, hogy mondjam, tehát jelek az ember pályáján, tehát rögzít bizonyos szakaszokat, vagy rámutat bizonyos pillanatokra. Hogy de itt folyamatosan vannak bizonyos pillanatok, meg bizonyos szakaszok. Nyilván nem minden nap, hanem mindig 5 év, nem tudom, eltelik ennyi év, annyi év, és valami történik hogy az emberrel. Hát nem tudom, azt azért el kell mondani, hogy
A Vix Színház egy olyan szellemi műhely, amit én úgy szoktam hívni magamból, hogy kis Európa-sziget, ahol nagyon tág horizontú, kulturális, szellemi, intellektuális értelemben a Vix Színháznak a világszemlélete, európai szemlélet, ha tetszik, és minden, ami a magyar kulturális életben, a kortárs művekben, az európai vagy akár a világ más nagy színházi kultúrájú helyein megszületnek produkciók, új drámák, azokat, ha csak módja van, integrálja mindig a mi színházunk. De hát nem lehet mindent egy közegnek, nyilván fontos, de mindent nem írhatunk a közegnek a javára, tehát önben is zajlanak folyamatok. Kell ehhez egyfajta szemléletmódváltás, hogy mindig időről időre az ember megújuljon, és hiába 47 évvel, tehát pontosan ugyanannyira sikeres, mint nem tudom, hogy hol volt a csúcs, ha egyáltalán volt olyan, hogy csúcs, ez egy nagy csúcs, ez az egész életmű. Azt gondolom, hogy nyilván van egy adottság. Valóban én visszatekintek egy kicsit a szüleimre, hogy folyamatosan olvastak és tanultak. Vagyis amikor lefeküdtünk, vagy lefektettek bennünket, akkor még a kislámpájuk égett az ágyuk mellett, és olvastak. Amikor gyakran fölébredtem korán hajnalban, azt láttam, hogy anyukám is, apukám is olvas, készül, nem tudom, tehát, hogy valahogy, ez nyilván valahogy az ember mély lenyomatként őrzi magában, tehát a folyamatos tanulás és kíváncsiság, ami nem lankad bennem, lehetséges, hogy ez az egyik olyan személyiségjegy, ami, hogy mondjam, újra meg újra lehetőséget teremt, hogy megújuljon az ember. De mégiscsak összefügg azzal, hogy ehhez a műhelyhez kötődöm, amit úgy hívnak, hogy Vix Színház. Itt most hány darabban játszik? Én jelen pillanatban azt hiszem, vagy 10 produkcióban vagyok benne, 9-10 produkcióban. Olyan 25-öt játszom egy hónapban, tehát az igen sok, tehát van 5 szabad estém. Más játékterekkel együtt, vagy csak a Vix Színházban? Csak a Vix Színházban, igen, a többi szabad estém meg más. Igen, igen, mert itt azért van Pesti Színház és Mozár. Nem, a Pesti műhely. Színház a Vix Színháznak a kamaraszínháza, tehát ezt úgy tekintem, hogy egy. Igen, a társulatunk megosztva játszik egy este, mondjuk, hogy egyik része a Vígben egy produkcióban, vele párhuzamosan, mi pedig a Pestiben, mint például most ma este én a Pesti Színházban az Anna Karenina című darabban játszom Karenin szerepét, de vissza, hogy elvarjam ezt a szálat, hogy ki sem mozdultam innen 47 év óta, de mivel nagy színház vagyunk, és egyszerre 3 játszóhelyen is játszik a társulat, tehát a Vígben, a Szent István körülötten, a Váci utcában, a Pesti Színházban. Sőt, a Víg Színház épületében, a felső emeleten van egy stúdiószínpad. Van, hogy este ugyanez a társulat 3 helyszínen játszik. Ezért 3 produkció is születik egy időben. Most is próbálunk, és most is ugyanígy van. 3 rendezőre van rá ehhez szükség. Tehát nincs olyan iskolateremtő vagy korszakos rendezője, formaművésze a magyar színház történetnek ez alatt a 47 év alatt, akivel ne találkoztam volna. Tehát ki sem mozdultam onnan, de jött mindig valaki, új szemlélet, új inspiráció, új nehézség. Számtalan kortárs szerzőművét mutatjuk be, akik mindig hozzák az új szellemet. Ugye, mivel nagy társulat vagyunk, újabb és újabb tehetségek integrálódnak a társulatba, akik szintén inspirálólag hatnak, hisz új szemléletet hoznak az ember színházhoz való viszonyában. Ugyanakkor megadatott nekem, hogy 87 óta taníthatok a Színművészeti Egyetemen, ahová egykori mestereim, akik fölvettek 71-ben a főiskolára, Horvai István és Kappás Dezső, akik akkor is tanítottak, 87-ben még osztályt vezettek az egyetemen, meghívtak maguk mellé tanársegédnek. És innen indult el a tanári pályám is.
Most végez éppen egy osztályom az idei tanév végén. Velük is játszom egyébként egy vizsgaelőadásban az Audrey színpadon a Peter Weiss-nek a Mara Szád című darabjában Szád Márkit magát. A tanári pozícióból irányító, terelgető, rendező, nevelő pozícióból hogyan teljesülhetne legmaximálisan a tanári tevékenység az embernek, ha ebből a pozícióból egy belép a színpadra, és partnereivé válok az én növendékeimnek, ha valamit, akkor itt még át tudok nekik adni. De csodálatos, ezt mikor lehet megnézni esetleg? Ez például, hát most volt legutóbb egy hete, és majd legközelebb csak márciusban lesz az Audrey színpadon. Annyira szét vannak már szórva gyerekek, hogy nagyon nehéz egyeztetni, olyan időpontot találni, hogy játszhassunk. Na, de az itt eltöltött idő, hogy időről időre, tehát több mint 3 évtizede, újabb és újabb generációval 5 évenként találkozom mindig. Ez egy nagyon intenzív, közvetlen, nagyon bensőséges kapcsolat mester és tanítvány között. Ez egy ilyen kis pszichotím, ha tetszik, 10-12 ember, és egy nyitott, rendkívül intenzív és inspiráló helyzet, amiből én magam is rengeteget tanulok. Nem csak a növendékeknek igyekszek átadni mindent, hanem megkapom az újabb és újabb generációtól azokat a kérdéseket, és azokat a korszellemből lecsapódó gondolatokat, problémákat, ami az ő sajátjuk. Nekem arra segítséget kell nyújtani, tehát benne élek mindig abban a generációs közegben, aki éppen a jövőt jelenti majd a színházban. Tehát ők sem engednek engem el, hogy passzívá váljak, hanem az ő kíváncsiságuk, az én kíváncsiságomat is élteti, és még jobban élesíti, fényesíti. És most kíváncsi volt egy új játékhelyre, a Mozsár műhelyre, ahol igen, december 30-án lement a premier Bánatos kurváim emlékezete. Ez nem volt kérdéses, hogy elvállalja? Miért vállaltál ennyi munka mellett? Tulajdonképpen premier halasztás történt, mert az első előadás az január 10-én volt. Azóta már játszottam január 13-án is, és most fogok majd szerdán, a következő előadás az január 29-én lesz. Az Anna Karenina bemutatója után hirtelen lett 2 hónap szünetem. És már majdnem unatkozott. És akkor arra gondoltam, hát mindig az ember tervez, jövőben gondolkozik, hogy hát elmehettem volna wellnessezni is ez alatt az idő alatt, de azt gondoltam, hogy ez a Mozsár műhely producceri részéről kerestek meg, a Megyeri Léna, aki vezeti ezt a műhelyt, hogy örülne, hogyha eljátszanám Gabriel García Márquez Bánatos kurváim emlékezete című kisregényének a színpadi változatát. Ez egy ember, azért is vagyok most ilyen fizikummal itt, mert egy 90 éves fickónak egy nagy monológia ez tulajdonképpen. Ez egy monodráma. Úgyhogy Vörös Róbert, dramaturg, rendező barátom segítségével tulajdonképpen a Mozsár műhely színpadán, a Mozsár utca és a Nagymező utca sarkán, a Mozsár kávéház fölött egy 100 személyes, intim, de nagyon vonzó helyen megtörtént már ez a produkció. Nagyon szeretem. És a közönség? És a közönség is imádja. Nagyon-nagyon erős és intenzív feladat, és nagyon-nagyon izgalmas maga az előadás, és maga a történet. Van egy 90 év magányban létező fickó, aki a 90 évig születésnapja őt ünneplő éjszakán találkozik először életében a szerelemmel. És egy esztendő eltelik, visszakamaszodik mintegy, és minden megtörténik vele, amivel egy ember meg,
vele megtörténhet, amikor szerelemre robban, és ahogy kiteljesedik, ahogy tébolyult örvényében vergődik, ahogy a féltékenység hatalmas rohamai úrrá lesznek rajta, ahogy szakít, ahogy visszatér, mindent megél, és attól csodálatos írás, és a García Márqueznek a zsenie attól létező, és nem véletlen, hogy mind a mai napig nagyon sokan rajonganak az íróért, a műveiért, mert minden benne van, ami egy emberrel, ami egy emberi életben megtörténhet, és minél élesebben, erősebben és személyesebben éli meg ezt a csodálatos élményt, amit nevezzünk szerelemnek, annál jobban érzi a halál közelségét és az idő múlásának a kegyetlenségét. Fenséges mű, csodálatos, nem tudom pontosan, hogy nem éj, csak elképzelés az álmaiban éli végig ezt a történetet, az általam életre keltett alak. Csodálatos volt, és ennél jobban nem is lehetett volna összefoglalni, miről is szól ez a fantasztikus mű, úgyhogy nagyon szépen köszönöm önnek, és önöket mindenképpen arra bíztatom, hogy menjünk el és nézzük meg akkor a Mozár műhelyben Hegedűs D. Gézát, ezt az érzelmes, szenvedélyes, mindennel az élettel átitatott darabban. Én mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Hegedűs D. Gézának a beszélgetést, szép hetet és sok tartalmas programot kívánok önöknek. Viszontlátásra! Terézvárosi magazinba két témával fogunk foglalkozni. A budapesti gettó felszabadításának 75. évfordulóján emlékezőkkel gyújtottuk gyertyát a gettó falánál készült emlékműről. Magazinunk első felében itt készült felvételeinkből láthatnak egy összeállítást. Párban árban kiállítás sorozat nyílt a Momaison Isabel Residence Hotelben, mely 3 hónapon át tekinthető meg. A januári megnyitó után vettünk fel egy beszélgetést Stejt Gábor Borával, azzal a fotóssal, aki az egész kiállítás sorozatot szervezte. Ez a felvétel 2 héttel ezelőtt készült, ezt láthatják most, és ezúttal szeretnénk fölhívni a figyelmüket arra, hogy február 7-én újabb kiállítással várják önöket. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Kellemes, hasznos időtöltést kívánok! ...75 év telt el azok után, a borzalmak után, amelyekre ma emlékezünk. Pár nap múlva lesz 75 éve, hogy a szovjet hadsereg felszabadította azt a 60-70 ezer embert, aki itt a halálát várva, tulajdonképpen egy hajszálon múlva, hogy túlélte a holokausztot. 75 év telt el, és ez minket egy új feladat elé állít. Egy új feladat elé, hiszen végig kell gondolnunk, hogy áldozatok, tettesek, és a közömbös, vagy ha úgy tetszik, tehetetlen többség leszármazottai, hogyan emlékezzünk a jövőben. Örvendetes az, amire emlékezünk most. Arra, hogy felszabadult 75 évvel ezelőtt Budapesten a gettó. De nem lehet erre úgy emlékezni, hogy ne jusson eszünkbe az a töménytelen sok szenvedés, ami a gettó falai között akkor történt. És hogy ne emlékezzünk azokra az emberekre, akik itt szörnyű körülmények között éhen haltak, vagy megfagytak. Azt gondolom, az emlékezésnek arra is ki kell térnie, hogy szembenézzünk a felelősségünkkel. Az, ami 1944 és 45 fagyos telén itt Budapesten, a 7. kerületben is történt, az ennek az országnak a szégyene. Ez nem egyszerűen a zsidó történelem része, nem a nácizmusnak a része, hanem ez a magyar történelemnek a legsúlyosabb, legfeketébb bűne. Az a bűn,
hogy nem tudtuk megvédeni zsidó polgártársainkat. 1944. október közepén kezdődött, amikor a nyilas hordák átvették Budapesten az uralmat, amikor zsidó honfitársainkat és polgártársainkat a Dunába lőtték, amikor Budapest különböző területein, Budán, Pesten egyaránt vadásztak zsidó származású polgártársainkra. Tudjuk jól, hogy mi történt Budán a Maros utcában, a Városmajor utcában. Tudjuk jól, hogy mi történt a Csengeri utcában, a 6. kerületben. Tudjuk jól, hogy mi történt a Dunapart legkülönböző pontjain, és mélységes fájdalmat és szégyent érzünk amiatt, hogy ez Magyarországon megtörténhetett. Azért is fontos kérdés ez, mert egyre többet fogunk találkozni ezzel a kérdéssel, ezzel a problémával. Egy pár nappal ezelőtt egy közismert polgármester, Pokorni Zoltán megrendült hangon emlékezett Pokorni Józsefről, saját nagyapjáról, aki nyilasként a háború utolsó heteiben tettes lett. Megdöbbentem és meglepődtem nem csak azon a pár őszinte mondaton, amit tőle hallhattunk, hanem azon a téveigő fogadtatáson is, hogy az ő szavait és az ő visszaemlékezését egy politikustól nem igen megszokott, megrendült pár percet, személyes pár mondatot milyen kevesen fogadták nyitottsággal és azzal az érzékenységgel, amit elvárnánk az emlékezés kapcsán. A legszörnyűbb indulat, ami az emberek között létezik, az a gyűlölet. És nincs rá magyarázat, hogy honnan jön. 18 éves gyerek voltam, körülbelül annyi idős, mint ti most. És egyszerre annyira gyűlölt voltam engem, én annyi mindent követtem el, annyi gyűlölni való dolgot követtem el, hogy velem a világon mindent meg lehetett csinálni. És akkor azon gondolkoztam, hogy mi volt az, mit követtem én el. Hogyan lehet elfeledkezni a gyerekek, nők, idősek leírhatatlan fájdalmáról, azokról a szenvedésekről, amelyeket itt december-január során átéltek? Sehogy. Ez nem elfelejthető, és nem is megbocsájtható. Ez egy olyan teher, amellyel mindannyian együtt kell, hogy éljünk. És én azt gondolom, hogy nekünk az egyik legfontosabb feladatunk, hogy a gyűlöletbeszéd ellen felszólaljunk. Hogy felszólaljunk az ellen, hogy embereket ma is kirekesztenek, megbélyegeznek, stigmatizálnak. Gyűlölet az, ami tönkreteszi mindannyiunk életét. Azt gondolom, nagyon világossá kell tennünk, nincs ma fontosabb feladat, mint szembefordulni a gyűlöletbeszéddel, szembefordulni a kirekesztéssel. Pontosan annak a célnak az érdekében, amit nagykövet úr is megemlített. Nem engedhetjük meg, hogy 75 évvel később még mindig antiszemitizmus legyen, hogy embereket zsidó származásuk miatt megkülönböztessenek. Mózes azt mondja, az atyák nem fognak meghalni gyermekeik bűnéért, és a fiúkat nem büntetem szüleik vétkéért. Fontos, hogy emlékezzünk arra, hogy ugyanúgy, ahogy nem érdem áldozatok leszármazottainak lenni, ugyanúgy nem bűn tettesek unokáinak lenni. Nem az a kérdés, hogy kik voltak a szüleink, vagy a nagyszüleink, milyen közösségben, milyen családba születtünk, hanem az a kérdés, hogy mi ma és a jövőben mit teszünk az ő emlékükkel. Az, aki azt gondolja, hogy a gyűlölettel fog a gyűlölködőkre emlékezni, az nagyon téved. Hiszen nem lehet az emlékezés tartalmas úgy, hogyha mi magunk is a gyűlöletet vesszük át, amikor a gyűlöletre emlékezünk. A gyűlöletre nem gyűlölettel, hanem méltósággal kell emlékeznünk, olyan méltósággal, amely olyan aktuális tanulságot ad a mi életünkben is, hogy mi hogy ne essünk áldozatul a gyűlöletnek és a gyűlölködésnek. Nem az a kérdés tehát, kik voltak szüleink, hanem az, hogy mit kezdünk az ő emlékükkel. 75 évvel a gettó felszabadítása után
magyar zsidóként, zsidóként, magyarként, mindegy, hogy kik voltak a szüleink, nagyszüleink, a feladat közös. Az emlékezést akkor fogjuk tudni tartalmassá tenni, azok után is, amikor már a személyes emlékezők nem lesznek közöttünk, hogyha mindig arra gondolunk, hogy az ő emlékük, az ővelük történt emlék hogyan tudja a mi mindennapjainkat mássá tenni a saját cselekvésünk által. Azt kívánom, hogy találja meg mindenki a maga helyén azt, hogy ne legyen körülötte gyűlölet. Manapság rendkívül széles a kínálat egy-egy kiállítás kapcsán, hova menjünk, mit nézzünk meg, nem mindegy, hogy milyen a megnyitó, milyen a környezet, milyenek a kiállított tárgyak, festmények, fotók. Steit Gábor Bora egy érdekes sorozatra vállalkozott a Hotel Mameson Residence-ben, az Isabella utcában. Szeretettel köszöntöm. Az az igazság, hogy amikor megkaptam a meghívást erre a kiállításra, akkor izgalmasnak tűnt, mert a megnyitó is már, meg maga a feldolgozott képek is, amik bemutatásra kerülnek, picit más, mint a szokásos. Ön egy elég összetett személyiség, mindent megpróbált a saját tükrén keresztül megmutatni a nézőknek. Hogy állt össze ez a sorozat? Köszönöm szépen, kedves Lilla, a meghívást, és hát nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hatos csatorna tévénézőit, és azon kül esetleg olyan barátémat is, akik majd ezt fogják nézni. Nagyon nagy öröm nekem itt lennem, és őket, nekik erről a programról mesélni. Nos, igazából arról van szó, hogy én elsősorban egy fotós vagyok, mondhatnám azt, talán itt lehet a tévénnyilvánosságért mondani, egy fotóőrült, és ezen túlmenő egy művészetmániákus. Hát tulajdonképpen az én fotómániám az a természetfotókban kezdődött, és mintan az életem egy picit az utóidő időben változott, és most egyre több rendezvényre járok, abból adon ugye a művészet nekem a nagy szerelmem, és egyfajta készletést éreztem magamon, hogy szeretnék egy picit más lenni. Nem mondom, hogy több, de egy picit más lenni, mint egy fotós, és a rengeteg művész kapcsolatomból a fejemben összeállt egy logikai rendszer, és miután azt is tapasztaltam, és mások is mondták, hogy Bora, alkalmas vagy rendezvények szervezésére segíteni neked, vagy pontosabban beállnánk hozzád, és így tulajdonképpen ez az egész így a fejemben összeállt. És hogy konkrétan a Mamesonban miért van kiállítás, ennek az az oka, hogy a tavalyi évben, ebben a bizonyos hotelben én egy festőhölgy barátomnak segítettem a képeit felrendezni a falra, és amikor végeztünk, akkor ennek a szállodának a kultúros, egy nagyon szimpatikus fiatalember azt mondta, hogy Bora, nincs valami ötleted, mert január-februárban, márciusban nincs kiállítónk. És mondtam, hogy ötletem van, bízza rám, és mindent megoldok. Hát ez egész ide datálódik. És miután valóban, ahogy kedves Illa ön mondta, hogy egy összetett személyiség vagyok, ez nekem nagyon jól esik, miközben én nem szeretem magamat így apostrofálni, de valahol igaz. Tehát olyan jellegű kiállítást szerettem volna csinálni, ami nem csak egy sima kiállítás, odajövünk, eszünk, iszünk, beszélgetünk, hanem szerettem volna egy picit ennél többet adni, és ezért egy nagyon jó műsort sikerült összehozni, ami annyira jó sikeredett, hogy a tervezett 7 órási program helyett 9-ig ott voltak. Ez azt jelenti, hogy a közönség jól érezte magát. Persze, zseniálisan éreztük magukat. Attól is függ, hogy milyen művészek és milyen programok kerülnek bemutatásra, bemutatom. Igen. Hajdon Vali volt az egyik. Így van, igen, ő volt tulajdonképpen, aki a kályha volt ebben a programban. Hiszen Hajdon Vali ugye a kerülethöz is kötődik, a szavakkal kiválóan bán, sokszor volt már adásunknak vendége, és remek kontaktust tartani, vagy teremteni a közönséggel. De a fellépők között volt Dévai Nagy Kamilla is, aki szintén ugye nem olyan rég egy órás műsort ott itt karácsony estén, szent estén a hatos csatorna nézőinek. Hogyan sikerül megfogni a művészeket? Hogyan sikerül velük kapcsolatot teremteni? Azt kell mondjam, hogy ez talán nagyképűnek tűnik, miközben magamról azt hirdetem, hogy szerény ember vagyok, és annak is gondolom magam.
Ahogy az elején mondtam, ez a fajta késztetés, vagy ez a fajta képesség, ami bennem van, ezt én magamban felfedeztem. Úgy érzem, hogyha a fényképésként, fotósként egy fényképezőgép ott van a nyakamban, ez olyan, mint egy útlevél. És ha a művészhez kellő alázatta, persze nem alázatossága, kellő, inkább úgy mondjuk kellő tisztelettel közelít az ember, mint például a Dévai Nagy Kamilához, Sebestyén Mártad, vagy Marcellinához, akivel nagyon jó személyes kapcsolatom van, pont nemrég a Sztárfogó is egy pici kis reklámot csinálok neki, műsorában egésznapos forgatáson ott voltam. Tehát amikor az embert megszokják, megszeretik, ismerős lesz, megnyílnak előtte, és ha az ember sok-sok ilyen rendezvényre elmegy, sok-sok emberrel találkozik, sok bizalom összeadódik, és gyakorlatilag nem kell semmit tenni, majdnem, hogy azt mondom nagyképpen, de megint csak szerényre veszem a figurát, hogy az ember a kis ujját megmozdítja, akkor mozdulnak rá. Művészek, ugye, mint a Nagyka, mint Hajdan Vali, és annyi kiegészítést tennék, nem akarom ebben a Kamilát kemetlenhelyzetbe hozni, hogy nem ő volt ott, hanem a zenedéből volt ott három lány, mert a Kamilla ehhez hozzájárulását adta, pontosan azért, mert ismer engem, és tudta, hogyha nálam lesz, akkor a lányai reflektorfényben vannak, és zseniálisak voltak a lányok. Tehát ezt tudnám erre mint válaszolni. Mint ahogy a tévéműsorban a kedves nézőink is. Tehát ezt tudom erre válaszolni, hogy nem kell sokat értetni. A személyiségem egyfajta garancia, és ez nekem is egy jó érzés. Beszéljünk egy kicsit a fotókról, a látásmódjáról. Mitől egyediek Steig Gábor Bora képei? Hát sokan ezt mondják, hogy egyedi. Talán én is mondhatom ezt. Nyilván nálam sokkal tanultabb fotósok. Lehet, hogy mást mondanak. Én az vagyok, aki vagyok, se több, se kevesebb, és ez a fotóimban is lejön. Mondhatom azt, hogy van egy fajta szlogenem, az én fényképész, vagy az én költészetem a fényképészet, megmutatni mindent másnak, amit lehet. És persze olyat is, ami mellett más elmegy. Tehát amire más nem is fókuszál. Pont ezért... Mondjon erre példát nekem. Például ezekben a fotókban, amiket én egyébként nem említettem, nagyon-nagyon kedves Nagy Gábor nevetű festőbarátommal van ez a bizonyos kiállítás, aminek ennek a ciklusnak ugye az a neve, és visszakanyarodok mindjárt a lényegre, hogy Drusák Árdban ő Nagy Gábor, én Steig Gábor, és így. Tulajdonképpen ezekben a fotókban, amiket én állítottam ki, 13 darab fotó, a fény, árnyék és a tükröződés a lényeg. Majd, hogyha a bejátszásban a kedves nézők látni fogják. Nem tudom, hogy a kamerás kollégám, aki vállalkozott, hogy ezt helyettem megcsináljam, én ugye ott voltam kint pulpituson, és mindent nem tudtam. Tehát vannak olyan fotóim, ahol például egy árnypárt ábrázolok egy fatörzsön. Vagy például egy olyan... Árnypár, igen, fatörzsön. Igen, mert ez is nagyon lényeges, hogy én nem csak fotózni szeretek, hanem szeretem a képeimet megnevesíteni. Vannak olyan művészek, fotósok, festők, akik semmilyen címet nem adnak a képüknek, mert azt gondolják, hogy ők nem csak maguknak csináltak, nem csak a maguk örömére, hanem a közönség öröm, és mindenki dönts el, hogy abban a képben mit akar látni. Én ebben is egy picit szeretném terelni a nézőket. Persze, lehet, hogy másnak más a véleménye erről, de én még ebben is szeretnék különleges lenni, ugyanis azt még illik tudni rólam, hogy amellett, hogy a fotózásnak a nagyon nagy hódolója vagyok, nagyon-nagyon szeretem a magyar nyelvet, kínosan kényes vagyok a magyar nyelv szépségeire, és ebből adódom, felfedeztem magamban azt, hogy a nyelvből nagyon-nagyon jó koncepciókat, gondolatokat lehet csinálni, és egy-egy képhez nagyon jó címet. Tehát az árnypár példa arról szól, hogy egy fatörzsén pont úgy van a nap, hogy egy ölelkező párnak az árnyképét megalkottam, de aztán van olyan is, ahogy amikor egy tócsában egy fölötte levő fának a tükörképét látom, és még sorolhatnám. Tehát ezek mind-mind olyanok, amikre más nem is gondol, amiket más nem is jut eszükbe. Tehát nekem vannak olyan bogaraim például, hogy kis tárgyakat, nippeket, csigákat esőben tükörlapra ráteszek, különböző pozícióból fényképezem őket. Ez nem nagyon jut eszébe senkinek. Szinte mondhatom, hogy egy know-how, amit én találtam ki, persze hát lehet, hogy mások másfélét csinálnak, és nekik meg az a know-how-juk. Tehát én a fotózásban egy olyan embert szeretnék magam által megmutatni, aki nem emlékfotókat készít, hanem elsősorban ezt el kell árulnom. Elsősorban is majdnem mondhatom, hogy kizárólag a saját örömömbe fotózom, viszont azt észrevettem, hogy ezek a fotók egyre több embernek a lelkét, a szívét és a gondolatvilágát megmozgatják. Ettől talán különlegesek a Steig Gábor Bora fotói.
Egyébként tényleg lejött, ahogy beszélt a képekről, az az egyedi látásmód. Ugyanez a Drusszájára is, mert ugye, ha már Drusszák kiállításáról van szó, jellemző a Drusszájára, és milyen az ő látásmódja? Milyenek az ő képei? Hát Gáborral el kell árulnom, és nem mondok, tehát nem túlzok. Eleve szeretek minden embert, aki a környezetemben van. Az a típus ember vagyok, aki általában nem lehúzza az embereket, míg ha esetleg valami negatív dolgot csináltak, de abból ugye föl lehet jönni pozitívan. Ha meg jó emberek, akkor különösen. Gábor amellett, hogy nagyon-nagyon tehetséges festő, karakterfestőnek tartom, zseniális portékat csinál, tud csinálni hölgyekről és mindenről. És emellett el kell, hogy áruljam, felfedeztem egy olyan oldalát, hogy nagyon szép és lírai gondolatvilága van. Tehát amíg én például fényverseket gyártok, mert ezt elfelejtettem mondani, addig Gábor a nőkről és a szépségről és a szerelemről alkot gyönyörű verseket. Miért ő? Hát azért, mert ezen túlmenően még, és ezt hozzáteszem, egy zseniális szakács, egy olyan ember, akinek nagyon-nagyon széles a látás, majd sok mindent meglát. Olyan rezdüléseket meglát az ecsete által, mint én a fényképezőgépemmel, ugye, amit esetleg más nem vesz észre. Tehát nagyon jó karakterei vannak, és ezekhez a fényárnyék tükröződés jellegű saját koncepciómhoz, az ők nagyon különleges látásvilága hozzátesz. Van egy kifejezés, ez a borárt. Igen. Erről szeretném, hogyha beszélne egy kicsit a néző. Borátrumról akkor egész igen. Pontosan. Nagyon szépen köszönöm, ezt a lehetőséget megadja. Tehát a borátrum, mint szó, az úgy áll össze, hogy engem a művészvilágban úgy ismernek, mint Bora. Ez a Bora tulajdonképpen a Gáborból van. Valamikor nagyon-nagyon régen egy nagyon kedves hölgybarátom kitalálta nekem ezt, hogy Bora Borka. És valahogy ez elfelejtődött, aztán valahogy az életembe visszajött, és annyira rájöttem arra, hogy a Bora annyira én vagyok, főleg ezzel a sapkás, meg baseball sapkás nyáron napszemeges verzióval, hogy ez az én imázsom, ez az én alter egom, hogy mondjam. És ugye tulajdonképpen miután említettem önnek, hogy nagyon szeretek a szavakkal, a nyelvvel, a csodálatos, gyönyörű szép magyar nyelvvel játszani, és pillanatok alatt az agyamban mindenről gondolat, szikrák, hogy kipattannak, hogy így mondjak. A borátrum az úgy jött létre, hogy én 2016-ban mondhatom a rádiónak a nevét, nem reklám? Most már nincs az a rádió, de a stábja még valamilyen szinten megvan. Kontakt rádiónak hívták, és az a nagyon-nagyon kedves hölgy, aki ugye szintén fellépett a kiáltáson, Hajdan Vali, ennek a rádiónak volt akkori tájban a műsorvezetője, és miután a második adásban még nem volt elég riportalan, hogy úgy mondjam, Vali rágta a fülemet, Bora, olyan érdekes személyiség, vagy jó dolgokat tudnál mondani, hogy gyere be. Én az elején elhárítottam, és azt mondtam, hogy én egy tévébe, vagy egy rádióba, hogy jövök én ehhez. Kis hitű voltam. Aztán Vali azt mondta nekem, hogy figyelj, utoljára szólok, és amikor elmentem, és ott voltam, akkor nagyon-nagyon megörültem. Nos, azt hiszem, hogy az egyik kérdező társa Valinak Kinga volt, ha jól emlékszem, Juhász Kinga, és ő megkérdezte, és kedves Bora, mik a terveid? És akkor én hirtelen ezt így kivágtam, hogy szeretnék létrehozni egy olyan kulturális centrumot, ahol a művészek a művészekkel találkoznak, a rajongók a rajongókkal és fordítva. Tehát ami minden szempontból a kultúráról szól, és ezt én úgy neveztem el magamnak, hogy borátum. És azért, mert a borát és az ártot összeolvasztottam, és az angol rum szóból, ami nekem tulajdonképpen teátrumot jelent, ebből megalkottam a borátum kifejezést. Aztán képzelje el, kedves Léla, megmondom a nagyon kedves hatos csatorna nézőinek is, hogy menet közben miután megint csak az agyam működött a nyelvből. Kitaláltam, hogy a borátrumból a B betűt, az A betűt és az R betűt nagybetűvel fogom írni. Persze egybeírom, és ennek a rövidítése az lesz, hogy bár. És ugye miután a kultúra az én területem, igazából a fotózás, mert kitaláltam azt, ezt a szlogent, hogy a kultúrbár, ahol mi művészet, mindent megtalálsz. És most már tulajdonképpen mindent a borátum égisze alatt csinálok. A fotózást, a kiállításokat, a saját megjelenéseimet, és nagyon sok más embernek a segítését. Mert azt is el kell, hogy mondjam, ha még ezt megtehetem, hogy a barátom tulajdonképpen azt tűzte ki céljának, hogy minden tehetséges, ismert vagy kevésbé ismert művészt vagy művészethez közelítő embert, akinek a művészet a lényege és még nem tudott elindulni, de inspirációt akar, azt a barátom nevezettük is kultúrportál, támogassa, segítse és tolja.
Úgyhogy ennyi tulajdonképpen a barátom története. Remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Nagyon köszönöm, hogy mindezt megosztotta a Hatos csatorna nézőivel, kedves nézőink. Tács Tejt Gábor Borával találkozhattak, a Borárt Rum megalkotójával. Remélem, hogy sok fórumon fognak vele találkozni, a különleges látásmóddal készült képeivel, és hogyha van idejük, akkor ebben a hónapban is, és a következő hónapokban is látogassanak el az Izabella utcába, a galériába, hogy megtekinthessék a kiállítást, illetve még csak a zárszóként, mikor lesz a két következő bemutató? Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt is megkérdi. Ugye tehát az első az január 11-én pár nap előtt szombaton lezajlott egy zseniális műsorral, amit én nagyon-nagyon köszönök újfent a művészének, és ha megengedi, hadd mondjam el a nevüket. Ugye elsősorban Hajdan Vali volt, aki kályhaként ezt az egészet ölelgette, szerelgette, aztán ott volt egy nagyon-nagyon tehetséges Matus Mihály nevű fúvós ember, aki Pánsipon és tárogaton játszott, és ott volt Dévai Nagy Kamillának három szintén nagyon-nagyon kedves tehetséges zenése, név szerint Császárbíró Lenke Karola. A következő Gyuris Petra, majdnem hirtelen elfelejtettem, nevét Gyuris Petra, és Léhárt Mira, akik tulajdonképpen Kamillát képviselték, és amikor a műsornak vége volt, akkor én Kamillának ezt megírtam, és mérhetetlenül örült és boldog volt, és azt mondta, hogy büszke a gyerekeire. De visszatérve a kérdésére, tehát a következő kiállítás február 1-én fog kezdődni vasárnap 17 órakor, Anya és lánya, kiállítása lesz, ennek az a címe, hogy Anya és lánya pártban, és egész pontosan Csurgai Éva és Horváth Katalin fog kiállítani. A harmadik terminus pedig március 2-án fog kezdődni, szintén vasárnap és szintén 17 órakor, ahol Bartók Éva Mária és Áfra Mária fog kiállítani. Ennek a terminusnak az lesz a neve, hogy Barátnők Ártban, vagy akár mondhatom, hogy Dúszínők Ártban, hiszen mind a ketten Máriák. Úgyhogy hát ennyit szerettem volna akkor még a kiállítás hozzátenni, és azt nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy látott abba a fantáziát, mert a Terézvárosról van szó, nagyon-nagyon szeretem a Terézvárost, valamiatt is, hiszen volt itt olyan rendezvény, amit például ő szervezett, amikor talán 100 éves volt Terézváros, és volt egy ilyen jellegű, hogy be lehetett menni a házakhoz. Fantasztikus épületeket, épületcsodákat és gangokat és galériákat ismertem meg. Ez amikor a Nagykörútnak volt az évfordulója. Így van, pontosan. Köszönöm szépen, hogy vendégünk volt, kedves nézőink. Menjenek és tekintsék meg a kiállítást, illetve vegyenek részt a következő megnyitókon is. Még egyszer köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért már a Terézvárosi magazinba. Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy még 3 héten keresztül lesz látható ez a műsor, azonban a februári utolsó hetet arra szeretnénk felhasználni, hogy az elmúlt 30 év archívumából válogassunk az önök számára. Remélem, jó lesz visszaemlékezni a régebbi időszakokra is, és ezzel reméljük, hogy jó szívvel megtartják magukba ezt a műsort. Én elköszönök most önökkel azon, hogy ne menjenek el, mert megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat, én pedig egy hét múlva ismét várom önöket viszontlátásra. Stílus, divat, elegancia, mert nőnek lenni jó. Power Lilla ruháit a Mystic Day divatáru nagykereskedés biztosítja. Power Lillát a Merrill Fashion ékszerei varázsolják még elragadóbbá. Power Lilla frizurája a Pomádé szalonban készült. Rendkívüli ülést tartott Terézváros képviselőtestülete. A Magyar Kultúra Napja Terézvárosban. Óvintézkedések a madárinfluenza miatt. A Spiritus alkotócsoport éves kiállítása az 5-ös 10-ben. A 6. kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola alapítványi bálja.
Köszöntöm Önöket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják itt a hatos csatornán. Rendkívüli ülést tartott január 23-án Terézváros képviselőtestülete. Az ülésen a forrás megosztás mellett a lakhatási válság mérséklése érdekében 15 önkormányzati bérlakás felújításáról is döntöttek a képviselők. A lakhatási válság mérséklése érdekében megkezdődött az önkormányzati lakásállomány felmérése a kerületben. Az elsődleges adatok szerint a 180 üresen álló lakásból 129 felújítható, és ebből 15-é hamarosan meg is kezdődhet a képviselőtestület döntésének köszönhetően. A lakások szociálisan rászorulóknak biztosíthatnak majd megfelelő életkörülményeket. A tervek szerint az ingatlanok felújítása augusztusra elkészülhet. A fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat közösen megillető adóbevételek szétosztására a forrás megosztás keretében kerül sor. A Budapesten kivetett iparűzési adó ugyanis a fővárosi önkormányzat számlájára érkezik. Onnan osztják szét a kerületekre eső részt. A fővárost és a kerületeket osztottan megillető adóbevételekből a főváros 54, a kerületek 46%-kal részesednek, ami azt jelenti, hogy a kerületi önkormányzatokat az idén összesen 145,5 milliárd, míg a fővárosi önkormányzatot 171,1 milliárd forint illeti meg. A kerületek részesednek a fővárosi önkormányzat által beszedett bírságokból és pótlékokból is. Így Terézváros összességében 3 milliárd 662 millió forintot könyvelhet el költségvetésében a forrás megosztásból. A nagyon rövid mai összejövetelen, ugye egy nagyon érdekes hír volt, ami miatt most megkértük, hogy fáradjon ide a kamera elé, mégpedig az, hogy hát százas nagyságrendben fognak felújítani lakásokat, amit majd visszaadnak a lakosságnak. Igen, jelenleg 180 üresen álló ingatlan van Terézvárosban, amely az önkormányzat tulajdona, ebből pedig 129 olyan, ami lakhatásra egyébként alkalmas, alkalmassá tehető pontosabban. Az elmúlt években sajnos az volt a tapasztalat, hogy a szociális bérlakásokat is egyfajta felújítási kötelezettséggel adták ki, amely gyakorlatban azt jelenti, hogy sokszor fusi munkát végeztettek a lakók, hiszen nyilván nem volt pénzük arra, hogy valójában elvégezzék a felújítást. Úgy képzeljük az önkormányzatnak, de nem csak az önkormányzatnak természetesen, hanem a kormánynak is az lenne a feladata, hogy a lakhatási válság a közös kasszából igenis finanszírozza valamilyen módon. Mi szeretnénk minél több lakást felújítani, jelenleg az első ütemben 15 lakást újítunk már fel, és az a célunk ezzel, hogy amit kidolgozunk stratégiát, abban benne lesz az, hogy mennyi ebből szociális bérlakás, mennyit tudunk esetleg olyan személyeknek biztosítani, akik helyben dolgoznak, és szükségük van rájuk a terézvárosiaknak, akár rendőrökre gondolunk, akár szociális dolgozókra, akár óvodapedagógusokra és így tovább. Ennek a keretét most dolgozzuk ki. A Magyar Kultúra napján szobrokra kihelyezett idézetekkel köszöntötte a munkába indulókat Terézváros önkormányzata. A kultúra és a hagyományok ápolásának fontosságán túl emlékeztetve arra, hogy van miért szeretni a magyar kultúrát. Este az 5-ös 10-ben a Sebő Együttes adott koncertet. A magyar irodalom legnagyobb költőinek megzenésített verseiből álló előadás után a táncházzá alakított színházteremben igazi jókedvű mulatság kezdődött. A talpalávalót a Bazseva zenekar szolgáltatta. A lépéseket Bacsó Lillától és Darabos Pétertől tanulhatták meg mindazok, akiknek az életéből a néptánc kimaradt. Harmincegy esztendeje ez a nap választottan a magyar kultúra ünnepe lett. Amikor is arról a legfontosabb közös kincsünkről emlékezünk meg, amely jelzőjét és minősítését adhatja létünknek, és amely megkülönböztet bennünket más népektől. Foglalta össze a napüzenetét Contanelli a programot szervező 5-ös 10 nevében elmondott köszöntőjében. A köszöntő után a közönség sok évszázadot felülelő kalandozásra indulhatott a magyar kultúra világában, az idén 50 éves fennállását ünneplő Sebő Együttessel. Műsorukban Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály
József Attila, Babits Mihály, Nagy László, Vörös Sándor, Kovács András Ferenc és Varró Dániel megzenésített költeményei hangzottak el. Amikor megkaptam a meghívást ide az 5-ös 10-be, a Kultúra napi koncertre, a Sebő koncertre, kicsit másra számítottam, megmondom egész őszintén. Nem tudtam először rájönni, hogy irodalomórán vagyok, koncerten vagyok, történelemórán vagyok, néprajzkutatáson veszek részt, a világnak vagy az európai földrésznek melyik népi táj egységén járunk, hiszen annyira összetett volt az egész koncert. Hogyan építi föl egy estére, tegyük föl ma a Magyar Kultúra napi estére a koncertet? Hát nyilvánvaló, hogy a verseket rakom össze, és a szövegek szerint rakom össze egyébként. Mind a magyar folklór, mind pedig ez az énekelt vers hagyomány, tehát ez egy európai hagyomány. Ennek arra jellemző, hogy a szöveg volt a fontos. Sokszor, amikor arról kerül a sor, hogy jó, hát ez ne ezzel a dallammal, mert ezt már ismerjük, hát az mindegy, és akkor énekel egy másik dallammal. Tehát ez pontosan úgy, mint Balassiék idejében. De a szöveg annyira fontos volt, hogy arra figyeltek. Tehát a dallamra majdnem csak annyira nem figyeltek, mint ahogy mi nem figyelünk beszélgetés közben, milyen dallammal beszélünk, pedig annak is van dallama. De nem arra figyelünk, hanem a mondani valóra. Úgyhogy azt akarom, hogy lekössem a közönség figyelmét. Olyan szövegeket, olyan zenéket választok egymás után, amik fenntartják az érdeklődést, kicsit rendítik erőle a történetet, vagy valami, azért valamit sugalnak, mert hát csak úgy levegőben nem éneklünk. Hát ez azért ez a kommunikációnak egy része. Csak tárki, tárki, tárki a szívem, csak tárki, tárki, tárki a szívem. A Kossuth Díjas Sebő Ferenc felvezetőinek köszönhetően nem csak a versek előzményeiről, fogadtatásáról tudhattak meg kevéssé ismert részleteket, szerzőikről kacagtató történeteket, de az adott kor történelméről, szokásairól, a költemények formavilágáról, ritmusáról, a dallamául választott zene eredetéről, jellegzetes jegyeiről, a néptáncokról is sok-sok érdekes információ hangzott el. Természetesen a dalok mindegyike tökéletes előadásban szólalt meg. A tartalmában, ritmusában gondosan felépített, a magyar irodalom mérhetetlenül gazdag tárházából biztos kézzel válogató együttes a koncert első percétől az utolsóig elvarázsolta a közönséget. A táncházzá alakított teremben a legkülönbözőbb korosztályokhoz tartozók sorakoztak fel, mint egy igazolva a mondást, hogy a magyar népzene és néptánc megunhatatlan, így sohasem megy ki a divatból. A muzsikáról gondoskodó Bazseva zenekar fiatal zenészei perfektül beszéltek közös zenei anyanyelvükön. A kiváló zenéhez nagyszerű hangulat társult, Bacsó Lilla és Darabos Péter jóvoltából pedig azok, akik a táncokban kevésbé jártasak, sok új lépést tanulhattak meg. Az országos főállatorvos elrendelte Magyarország területén a baromfik zártan tartását. Amennyiben a kifutó felülről és oldalról megfelelő erősségű madárhálóval nem védett, abban az esetben az állatokat állattartó épületben bezártan kell tartani. Az intézkedés célja, hogy tovább csökkenjen a vadon élő madarakkal való érintkezés lehetősége, ezáltal a baromfi állományok madárinfluenza vírussal történő fertőződésének kockázata. Bővebb információt a www.terézváros.hu weboldalon olvashatnak. A Spiritus alkotócsoport 2010 óta dolgozik az 5-ös 10-ben, ahol immár a 9. csoportos kiállításuk nyílt. A csoport létszáma állandóan változik, de vannak néhányan, akik a kezdetektől aktív tagjai a közösségnek. Minden korosztály képviselői, kezdők és haladók látogatják a keddi és csütörtöki foglalkozásokat. Többen már profi kiállításokon is megmérettették magukat. A tárlatot Szilágyi János grafikus, festőművész, a Spiritus alkotócsoport vezetője nyitotta meg. Tíz év egy alkotó csoport
életében igen jelentős mérföldkő. Itt látható egy csodálatos kiállítás, amely nem tudom, de majd mindjárt elmondja, hogy jelképezi-e ezt a 10 évet. Igen, jelképezi, azt hiszem, sőt nem is 10, hanem 14 éve léptünk, mert 10 éve vagyunk itt, de már Angyalföldön elkezdtük 2006-ban. Úgyhogy mikor itt megalakult a 5-ös 10, akkor jöttünk ide. Úgyhogy ez a 9. kiállításunk itt, és minden évben van egy önálló kiállítási lehetőség egy embernek, úgy összesen úgy kb. 18 kiállításunk volt már itt. És hát most egy fantasztikus nagy térben. Eddig mindig ott állítottunk ki a kisebb térben, most egy nagy térben állítunk ki, úgyhogy ez megtiszteltetés és hálásak vagyunk érte. Hogyan kell elképzelni az alkotókör munkáját, a hétköznapokat? Hát mindenkivel egyénenként foglalkozunk, egyénre szabottan, mert mindenki más életkor miatt is, meg technika, meg tudás szerint is. Úgyhogy mindenféle ember van, mindenféle csoport. Mennyire kell profinak lenni ahhoz, hogy valaki az alkotókör tagja legyen? Egyáltalán nem kell profinak lenni, mikor elkezdi a munkáját, mert bárki bejött az utcáról. Hogyan találtál rá a csoportra, és miért gondoltad el, hogy el kellene kezdeni festeni? Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy útja, és az idő talán nem számít. Ugye azt mondjuk, hogy az idő nem létezik, és egyszer csak itt találtam magam. Nem tudom megmondani, hogy hogyan, de úgy látszik, hogy az utam erre vezetett, erre a festészetre, erre a kifejezésmódra vezetett, mert azt gondolom egyébként, hogy maga a festészet, a színeknek a tüze, a vonalaknak az iramodása, és a fényárnyéknak a mozdulatai, és igazából nem tudjuk megfogalmazni, látva sok-sok festményt sem, hogy mi ez az állapot, amiben mi vagyunk akkor, amikor elkezdünk festeni. Én azt gondolom, hogy talán ez egy transz állapotnak nevezhető, amiben észreveszi az ember, hogy saját magát ismeri meg, a valóságot ismeri meg, és a valóság és az önmaga kapcsolatát ismeri meg. Nekem ez nagyon fantasztikus volt megtapasztalni azt, ami velem történt ez alatt a pár hónap alatt, amíg festettem. 10 évet eltölteni az alkotókörben, azért az egy elég jelentős rálátást biztosít a számodra. Milyen volt ez a 10 év? Hát hihetetlen gyorsan elrepült, de hát az alkotás folyamatában az ember az időérzékét teljesen elveszíti. Tehát ahogy az előbb mondta a csoporttársam, hogy megszűnik a tér és az idő, amikor alkotunk, de mégis a csoportban egymást inspiráljuk. Tehát egy nagyon jó közösség kovácsolódott. Igaz, hogy nem kis fluktuációval 10 év alatt, de mindig van egy törzsmag, egy 8-10 fő, aki kezdettől fogva jelen van a csoportban, és vannak, akik elmaradnak, majd visszaérkeznek, mert hiányát érzik ennek a közegnek. A művész úr úgy döntött, hogy mindenki maga dönts el, hogy mit akar kiállítani. Van, aki koncepciót, én például most éppen a házak kötik le a figyelmemet, tehát egy tematika mentén dolgozom, és ilyen munkákat állítottam ki, de van, aki válogatott az egész évi munkáiból a legjobbakat. Tehát mindenki érzése szerint prezentálta, ami szerint a legjobb. Úgyhogy tényleg nagyon színes, változatos. Ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, de mégis valahol a mester kézjegye már, hál' Istennek, megjelenik sokunk munkáiba. Tehát előbb-utóbb azt gondolom, hogy óhatatlan, hogy azonos ecsetvonások és kézjegyek és színfoltok maradjanak utánunk, hogy a spiritus csoport az önmagát mutassa. Hogy van benne spiritus. Hogy van bennünk spiritus még mindig, azt gondolom, és ez nagyon jó.
Iskolatörténeti kiállítással kezdődött az Erkel Ferenc Általános Iskola 150 éves jubileumi ünnepségsorozata tavaly ősszel. Most elérkeztek az egyik legfontosabb eseményhez, az alapítványi bálhoz, amelynek az ötvös tíz közösségi és kulturális színtér adott otthont. Az esten gyűjtést is szerveztek, amelynek célja az erkeles diákok támogatása volt. Emellett idén az ausztráliai tűzvész áldozatainak is gyűjtöttek. All my friends at school, they had never seen the teacher blush. She looked like a fool, nearly petrified, 'cause she was taken by surprise. When I kissed the teacher, couldn't quite believe her eyes. When I kissed the teacher, my whole class went wild. As I held my breath, the world stood still, but then she just smiled. I was in the seventh heaven when I kissed the teacher. What a mad day! Now I see everything in a different light. What a mad day! I was up in the air and she taught me a lesson all right. I was in a trance when I kissed the... Nagy eseményre készül az ötvös tízben az Erkel Ferenc Általános Iskola csapata és azok az emberek, akik segítik, szeretik ezt az iskolát. De hát ahhoz, hogy elmondjuk ezt a mai eseményt, előbb az Erkel Ferenc Általános Iskoláról néhány mondatot szeretnék hallani. De az Erkel Ferenc Általános Iskolának most a 150 éves évfordulóját fogjuk ünnepelni. Zenei, ugye? Ez fontos. Igen, ez egy zenei általános iskola, ahol többnyire kis létszámú osztályok vannak, amit én nagyon-nagyon jónak tartok, mert ugye ez a gyerekeknek sokkal jobb közeg, és a pedagógusok is sokkal jobban tudnak a gyermekekre figyelni. És most egy olyan program sorozatban vagyunk, ami már ősszel elkezdődött. Ott volt egy csodálatos kiállításunk, most pedig az alapítványi bálunkat fogjuk megnyitni. Ez lesz iskolánk első ilyen bálja. Az erkeles diákokért alapítvány jóvoltából jöhetett létre ez az alapítványbál, és az ötvös tíz támogatásával is. És azért gyűjtünk, hogy tudjuk támogatni a diákjainkat mindenben. Most az nagyon érdekes, hogy ki mit tanít, azt érdemes elmondani, majd megmondom, hogy miért. Nekem most második osztályosaim vannak, operás osztály, matematikát, technikát és testnevelést tanítok az osztályomban. Hát, akkor következzen az, aki az általam két legjobban fél tantárgyat tanítja. Nekem van egy harmadik B osztályom, ahol matematikát, rajzot, testnevelést tanítok, és a felső tagozaton az ötödik A osztálynak pedig énekzenét. És még egy hát szomorú meglepetés van, ugye, hogy Ausztráliában ez az óriási tűzpusztítás volt. Hát ez is szintén egy meglepetés műsorunk lesz. Igazgatónőnk kutyájával fog fellépni, és Vackorral, aki igen nagyon, nagyon okos kutya, és ő egy örökbefogadott kutya, nagyon fontos ez is. Most a kutyának elég komoly konferálás az, igen? Hát nagyon komoly feladata és szerepe is van a Vackornak, ugyanis ő általa fogunk gyűjteni az Ausztráliában lévő koala otthonoknak. És tehát akkor a kutyus fog körbejárni, és a nyakában egy ilyen doboz vagy valami hasonló lesz, és akkor ő gyűjt. Ilyen lepel lesz. Úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon szép gesztus is, ugyanis mint állat, állatbarátaiért gyűjt. Most egy kis mutatvány következik, gyűlölet és szeretet gyors váltakozásra. Úgy szeretlek, mint egy istent, gyűlölek, hitvány, vélek, gyűlölek, te rút, végzetem vagy, úgy imádlak. Pusztulj, gyerünk, pusztulj, gyerünk, pusztulj! És most közömbössé válik. Tőlem ugyan jöhet, mehet, tehet, vehet bármit,
Bánom is, ha fel is fordul, hangyányi se számít. Felkötheti magát édes borotvával, az sem vészes, kilódik vagy gyorsan véget, mindegy. Az est házigazdája voltál, és hát nem csak beszéltél, hanem énekeltél, és hogyha jól láttam, egy kicsit táncoltál is. Ezek szerint nagyon jól érezted magad ott a színpadon most ebben a társaságban. Kétségtelenül, mert eleve olyan partnereim voltak, akikkel öröm volt együtt lenni, meg ezt az egész kis meglepetést a közönségnek valóban nagy titokban tartottuk, hogy senki ne tudjon róla, hogy mind arra fakadunk, mert ugye a házi asszony meg én konferáltuk a műsort, és a végén egy kis dalbemutatót tartottunk duetben, és ez úgy látszik, hogy be is jött. Tegyük hozzá, hogy ez az első bálja ennek az iskolának, és te amolyan jótékonysági fellépést vállaltál, tehát te is hozzájárultál a fellépéseddel, a megjelenéseddel ahhoz, hogy itt egy nagyon kellemes, komplett műsor lehessen. És hozzáteszem, hogy élmény volt nekem az is, hogy első bálos lehettem újra, mert az nagyon régen voltam. Köszönöm, hogy imádott, hogy rám úgy vigyázott. Kissé elkésett, mert titokban másé már szívem. De miért is álltad rám többi magát? Váljunk el szép csöndben, mint két jó barát. Köszönöm, hogy imádod, hogy rám úgy vigyázz. Úgy hívom Marikát, hogy a bál jó tündére, és hát nagyon meglepődtem, hogy tulajdonképpen első bálozó, hiszen ez az iskolának ez az első bálja. Így van, 150 évesek vagyunk, és most csináltuk első bálunkat, alapítványi bál, és nagy szeretettel jöttem ide. És ezen kívül hány bálon tetszett már lenni? Hát voltam a másik iskolának a bálján is ezelőtt vagy 20-30 évvel, amikor annak az angol követségem volt egy másik bál. És az ilyen egyéb tavaszi bálokban nem tetszett járni? Fiatal koromban jártam, igen. 36 évig a Hunyadi János Énekzenei Iskolába tanítottam, Kodály Zoltán első iskolájába testnevelés, onnan nyugdíjba mentem, 27. éve vagyok ebbe az iskolába. Itt napköz is voltam, gyerekekkel táborozok külföldön, Budapestben, Dunabogdányban. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták itt a hatos csatornán. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyő látható elérhetőségeken. Egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót. A viszontlátásra!